vezetőjeként ismét a jelenből indulunk ki. A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum kamarakórusát, amivel majd mutatnám be, Bodó Bernadett Bettina vezetésével. A kis kamarakórus 2010-ben jött létre, és azóta működnek, különböző rendezvényeken szerepelnek. Valójában egy olyan kórusról van szó, ahol minden egyes tagnak van valami zenei múltja, és valójában az öröm számunkra zene, ezt az örömet szeretnék közvetíteni a saját bevallásunk szerint a közönség számára. Hallgassuk meg röviden őket, mielőtt az első előadásra kerülne sor. Én azonban még ezelőtt szeretném köszönteni azokat az új vendégeinket, akik a déli órákban érkeztek hozzánk, a délután sorra kerülő neves professzorainknak a családtagjai, az Endres családnak a tagjai, a Jenei család tagjai, a Kronfecher család tagjai és a Vályi nagy kollégák. Nagyon örülünk, hogy eljöttek, hiszen ezzel gazdagítják a mi kis összejövetelünket, és hát, hogyha a személyes élményeikkel még kiegészítik azt, amit itt hallani fogunk. Tehát akkor jöjjön a kamarakórus. Első műsorszámunk egy francia balada lesz, Antonio Sturgeon. Milyen mű von mézen mitrén, kon mű von vidon lóvet. Mű von milyen meg von mézen mitrén, a szép meg von fézon láger. Mű von milyen meg von mézen mitrén, a szép meg von fézon láger. My
to God on high, that through my bonds he made me. And that yet once before I die, the will hold safe to love me. Grace fevers for my joy, grace fevers my delight. Grace fevers heart of gold, and through my lady grace fevers. Grace fevers for my joy, grace fevers my delight. Grace fevers heart of gold, and through my lady. Köszönjük.
kapcsolatként. Egyetemi utolsó klasszikus betegük begyógyászából az embryonikus kornetérában hagyó Dövöri András professzor előadásában. Igen, tisztelt jelenlévők! Hát csatlakozva itt a most itt hallott nagyon szépen interpretált kóros műveket hallva, el kell mondanom, hogy Fornán professzor is nagyon-nagyon szerette a muzsikát, a klasszikus muzsikát, egyik kedvence volt, ha volt egy kis szabad ideje, akkor zenét hallgatok. A másik, amit szeretett, olykor Holló László, kiváló debreceni festőművésszel, kimentek a Tiszapartra, és ott ő is festegetett, és amit látták a festményeit, mondták, hogy hát bizony, a közt volt egy tár, amit nagyon szép, és van, ma is ezt nagy szeretettel őrzik. A harmadik, amit szeretett, kártyát, a tarokkozni. És hát ott a kettesi professzor, Albertia, aztán Uri professzor volt, nem ritkán, mindig csütörtöki napon, este 7 és 10 között, nem tovább, nem hamarabb és nem tovább, azért, mert mire másnak dolgozni kellett, akkor kártyáztak. És hát sajnos Fornán professzor nagyon kezdetben nagyon sok cigarettát szívott. Majdnem lángba szívta a cigarettát. És a második infarktusa után elhagyta. És amikor ilyenkor csütörtök este összeültek, akkor Albert Béla nagyba cigarettát ott, és akkor odahajolt nem egyszer hozzá Fornán professzor, hogy te, legalább egy lukkot nyomjál már a kormat. Hát ezután akkor érünk a tárgyra. Hát Fornán professzor, mit tetszenek látni. Harminchat esztendőn át volt a Berkeley professzor. 1890-ben született, és 1960-ban halt meg. Francia atyai vonalon francia származású, mégpedig már 1680-as években, mint hugenották, Franciaországból elmenekültek, és először Németországban, aztán Magyarországon telepettek le. A Fornán professzor édesapja a Párizsban, mégpedig nem is akárban, a Sorbonne-on végzett, ott végezte az orvosi egyetemet, és utána a Sárkányi intézetében intézetre ment, és ott töltött néhány évet. A Sárkóról tudni kellett, hogy abban az időben, ugye a 19. században egyik legismertebb orvos volt a világon. Ő volt egyike a modern neuropszichiátria megteremtőjének, és például a hisztériások esetében az alvás terápiával kapcsolatban olyan előadásokat tartott, amikre hát egyesek szerint még a szomszéd államokba is eljöttek meghallgatni. Az ő tanítványa volt többek között Rajt és Babinski is. A édesapja miután otthagyta Sárkó intézetét, utána Kolozsvárra tért. A
Kolozsvári Egyetemen dolgozott bizonyos ideig, utána átment Marienvárra, és ott fürdőfőorvosként dolgozott aztán végig. Meg kell említeni az ő nagyapját, Fornek Tornél, aki a szabadságharcot végig őrnagyként harcolta végig, és 1948 befejeztével sajnos ő is neki is emigrálni kellett, Kossuthal együtt, de ő Kaliforniában. És mégis egy jogos választott, Kaliforniában nem. És ott pedig ugye 1860-as évek első felében ugye kitört a polgárháború, és az 4-5 évig tartott, és ő ott végig harcolt. Végül ezredesként nagyon elismert katona volt, és sok kitüntetésben részt is volt. Halála előtt pár évvel aztán hazatérkezett Magyarországra, és itt halt meg, és itt temették el. Fornek professzor az orvosi diplomát Budapesten szerezte 1913-ban. Első munkahelye a Bálint Dezső professzor klinikája, az egyes számú belklinika volt, ahol néhány évet letöltött, de közben jött az első világháború. És ezért akkor behívták katonának, és mint katona 1918-ig részt vett a orvosi munkában, és 1918-ban visszament a Bálint klinikára, és ott dolgozott tovább, magántanári képesítést szerzett, és 1930-ban, amikor meghirdették a belklinikán a belgyógyászati professzori állást, akkor 12-en jelentkeztek már. És a 12 közül Réderbe Kóró, ő úgy látszik, hogy már a nagysága ekkor is megmutatkozott, mert ő a 12 közül első helyen javasolta Horthy Miklósnak a Forment Béla kinevezést. Ez a kinevezés meg is történt, és hát ő rögtön fogadalmi újításokat hajtott végre, mégpedig az akkor fogalomnak számító, Magyarországon fogalomnak számító röntgen és elektrokardiográfiai vizsgálatokat megvalósította a klinikáján, és tekintettel arra, hogy ő elsősorban az allergiával foglalkozott, máshol is sok minden egyik érdekelte, de elsősorban az allergiával foglalkozott, ezért szerológiai laboratóriumot létesített, és 1938-ban Paul Benővel megírta az allergia és allergiás belgyászati betegséges című monográfiáját, amit később egész más formában, Kesztyűs Lórándal több mint 10 éve később Allergischer Krankungen című újabb monográfia formájában németül és magyarul is megjelentett. Hát, ha valaki, akkor ő elkötelezett volt, nem csak a beteg ellátás, de az oktatás iránt. Nagyon szeretett oktatni, és szerette a hallgatókat. Soha nem felejtem el, amikor egyszer nagyon ritkán tartott népsóolvasást. De egyszer, amikor tartott, akkor mondták egy lánynak a nevét, és bajítom hangon, egy fiú bekiabálta, hogy jelen. Fornek Fok pillanatig gondolkodott, egy kicsit a bajuszát elrántott, és hamiskásan mosolygott, egyszer csak felnézett, ránézett az illető fiúra, mintha ő lenne a hölgy, és azt mondta, hogy kollégina, én magának azt tanácsolom, hogy hormonterápiában részesítsük. És
és nem írta be az abszenciát. Nem írta. Előadásokat gyakorlatilag szinte mindig ő van. Minden hétköznap reggel 9-kor kezdődött, és hát ő arra mindig nagyon felkészült az előadásokra, és hát az előadásának, a előadásainak a csúcspontja tulajdonképpen az pénteken volt. Mert pénteken ambuláns napot tartott, és az azt jelentette, hogy akkor az ambulancia ad-hoc jött egy beteg, fogalmuk sem volt panasz, de nem tudták mi a baja, egyszerűen bevitték a Forner professzorhoz, és akkor kezdődött minden anamnézis felvétele a vizsgálattal, és aztán didaktikusan elmagyarázta, hogy milyen betegség jön elsősorban számításban, és miért. Hát ezek rettenetesen érdekesek és nagyon tanulságosok voltak, úgyhogy majdnem mindig tele volt a tanterem, volt, amikor nem is értek be, és még a lépcsőn is ültek, mert olyan atmoszféra vette körül az egészet. Ugye, amikor beért a beteg, az első találkozás a betegek, hogy medikusok izgultunk is, a nagy várakozás, hogy na most akkor mi lesz, hogy lesz. Ez már rögtön megragadta a hallgatókat, és ahogy ő aztán beszélt, leállt és kérdezte a beteget, elsőben jelent volt a rejújtette, volt egy széket, bejött vele szembe, és akkor elkezdte kérdezni. Soha felesleges kérdést, vagy olyat, ami nagyon inzultálta volna a beteget, nem tett fel. De mondjuk, hát igaza volt annak, mert a Juhász rektor, amikor temették Forner professzor, akkor azt mondta, hogy ő nem csak gondolkodni tanította meg a hallgatóságot, hanem arra is megtanította, hogy hogy kell a beteggel viselkedni. És ugye ez nagyon-nagyon fontos volt, és ez tulajdonképpen talán ez az egyik, ami legjobban megmaradt az emberekben, és nem felejtették el soha, és akkor utána következett a fizikális vizsgálat. Na hát ebben ő utóérhetetlen volt. Hát aki régi, az de hát az önök szerencsére ilyen rajtam kívül, úgyhogy az még emlékszik a Krönig térre, meg a Traube térre, és a szív abszolút és relatív tompulatának a kikógoktatására. Hát ezt ő olyan művészi szinten csinálta, például mondjuk az abszolút és a relatív tompulat kikógoktatását, néha még a Krönig teret is, akkor érdekes annak nagyon nagy jelentőség volt, mert tulajdonképpen a szív csúcsnak a mellkasra történt kivetítése. És abban az időben ezrével vitt a tuberkulózis a magyarságot sajnos, elsősorban a fiatalokat, meg az öregeket, és hát tudjuk, hogy a predilekciós helye a tuberkulózisnak elsősorban a csúcs. És hát ezeket hosszú, vékony, ujjai volt, olyan légies könnyedséggel kopogtak, hogy az utolsó facsoron is nagyon jól lehetett hallani azt a differenciát, amit ő demonstrálta. Szóval, hát ugyanakkor a szívet, ő neki csak stetoszkópja volt. Fonendoszkópot nem használt sose, a stetoszkópot azt az édesapjától ő. És az mindig ott volt a jogján. És ha kellett, vizit alkalmával is előrántotta, és ha kellett, bármikor meghallgatta az egyik üveit, vagy a szívét. 1940-ben adta ki a tankönyvét, a belgyógyászat alaponalait, amit akkor Magyarországon széles körben egyéb egyetemeken is használtak, és bizony az ember előszedi és fellapozza, bizony ma is nagyon sok okos és megfontolandó tanács van benne. Hát a vizitet. A vizitet mindig előadás után tartottam.
utána következett a megbeszélés, amelyeken az osztályvezetők vettek mindig részt, minden megtörtént, és akkor a beteggel kapcsolatos problémákat akkor mindig ott beszéltünk meg, az oszfot beszélne meg az osztályvezetőkkel. De a vizit az egy külön élmény volt. Ő mindig körülbelül úgy vizitált, hogy egy-egy alkalommal a negyedét a klinikának, a negyed átszámot végignézte, végigjárta, és akkor mindig az osztályvezetők referáltak minden beteg, ahol probléma volt, ő összefoglalva derült a beteg mellé, szembenézett vele, és akkor feltett egy-két kérdést, utána a kelet előkapta a fonendoszkópiát, a szetoszkópiát, meghallgatta, megnézte a pulzusát, de hát mondjuk mindenféleképpen személyesen is akart tájékozódni, hogy jelenleg is ugyanállat vette státuszat. És az egyik pillanat alkalmával előfordult, hogy éjjel hozták be a beteget, és ilyenkor mindig az inspekciós, aki felvette, az referált. Referált egy beteget, hogy magas lázzal, fiatal ember, hozták be, egy nagyon rossz állapotban, és akkor mondta, hogy mit történtek vele. És akkor kérdezte Fornekov, na és a tüdejét megkopogtatta? És azt mondta, hogy hát igen, de hát ő ott a lényegesebb eltérés nem talál. Fornek oda ment a beteghez, elhúzta az igét, megkopogtatta, gyönyörűen kijött a tumorból. Azt kérdezte utána a kollégától, hogy na is mennyi volt a fehérzések száma. A kollega sem nézett, fennadott a szeme, de szóval elnézést, de azt nem néztem meg. Fornek. Gondolkodott egy kicsit, aztán kiment, és amikor kiléptek a korteremből, a folyosón odafogott a kollégához, és azt annyit mondott meg, hogy volt a kollega, és arra kérem, hogy holnap már ne jöjjünk most. Úgyhogy tehát ennyire, hát tudnék, akkor a fejérülés egy szám egyike volt a legfontosabb vizsgálatnak, amit mindig magunk végeztünk el. Ahhoz nem kellett alakulni, soha nem alakulni, csinálni. Hát itt sok mindenki látszik, tessék, csak nézzük. A kis professzor volt, hát itt még azt hiszem akkor adjunktus, vagy tanár volt, aztán később Szombathelyre került a Fornekov-szó halálát követően, és ott a Pécsett az egyes számú belklinikán rendkívüli egyetemi tanári címet magul kapott, és nagyon aktívan részt vett az oktatásba, és amit még szeretnék megemlíteni, hogy most ő a Formet professzorról és egyáltalán a Debreceni Egyetemről, a Belklinikáról most két könyve is van, ami megírás alatt lesz tudnék, ő egyben orvosíró, az egyik legkiváló orvosíró Magyarországon. És még valaki itt van, Juhászos, aki külön egy legend. 18, hát a Fornek professzor kiváló emberismeretét jelentette, hogy 18 éves korában kiemelte, az előzőleg a gyerekklinikán dolgozott, és hallotta, hogy hát ez egy rettentő okos, nagyon agilis, nagyon értelmes, szorgalmas, és átkérte a gyerekklinikáról a belklinikára. Néhány év múlva már főnőjét csinált belőle, intézetvezető főnővét, és nem tévedés, 63 éven keresztül látta el ezt a funkciót a belklinikán, és úgy két nem mozdulhatott a falon, vagy csendben nem esetett le, hogy ő arról ne szerzett volna tudomást. Éjjel, nappal, mindig
Cerberusként őrködött a klinika rendje, csendje és a tisztasága. Úgyhogy abban az időben, én leszem Magyarországon, hogy Pestről értek, azok mind elámultak, hogy ilyen tiszta klinika nincs még egy Magyarországon. Halála után az egyetem ezt nagyra értékelte, és alapítványt létesített, és egy emlékének, amit évente vagy két évenként kiosztanak mindig a legjobb, legkiemelkedő középpályára. Hát a folyóirat referát. Hát ugye most egyszerűen egy csodálkozó biztos, hogy itt az a név, hogy Katóban. De volt, amikor 8-kor, később meg 8 órakor teszik. Mert az volt az elve, hogy annak semmi értelme nincs, hogy délután ott leülnek, és akkor állandóan ráncigálják ki az orvosokat, hogy most a beteghez, most a hozzátartozóhoz, most ilyen telefon, most olyan telefon, akkor nem volt telefon, kikapcsolták, és akkor 7 órán keresztül ott ültek, és ott közösen megbeszélték, hogy tehát a képen következő folyamatos megállapodásban, akkor előadtak, megbeszélték, és mindig volt kávé is, ugye a francia divortát azért kicsit megtartottam, mert most tudom, hogy legelőször Claude Bernard, a világhírű, a 19. század egyik legnagyobb élettanásza, a fiziológusa, az vezette be rendszeresen, hogy minden megbeszélésen mindig kávét ittak, és kávét fogyasztottak. Na, de hát ennek a könyvtárnak azért megvoltám egy csodálatos művészet, amikor ide be, csak a folyóirat referátunk történt benne, és a könyvtári tényleg is. Semmi egyéb. De bárki bemert, mindig itt volt az ajtó, és a közel 3000 között könyvből bárki kivehetett el, nem érkezett, ott került, és ott olvasta. Hát ez annyira jellegzetes volt, és annyira olyan utánozhatatlan templomi ágyúzat, a nagy csend, a templomi ágyúzat fogta el az embert, amikor belépett ebbe a terembe, és hogy én azt hiszem, hogy ezt más is így érezte, mert amikor az egyik 56-ban disziplinált kollega a 80-as években engem megkeresett, és azt mondta, hogy mutassam már meg a klinikát, a régi klinikáját szeretnék látni, különben aztán Németországban nagyon komoly neve lett, allergiával foglalkozott, sok könyvben jelent meg németul, angolul, és hát már úgy nagy részt félig végigjártó klinikát, amikor beléptünk ide, és én mondtam, erre természetesen, hogy menjünk, egy másik utána, és láttam, hogy megmerevedett, és oda mentem mellé, és láttam, hogy így patogott a könyv, így patogott a könyv. Úgy állt, hogy egy percig, aztán megfordult, kiment, és mondta, hogy akkor nem megyünk tovább. Csak annyit mondom, rászor fényt, hogy nem. Jó, kezet volt velem is járni. Azóta nem láttam közben meg a cég. Tudományos ülés. Hát ez a tulajdonképpen az egyetem orvosi fakultása, és azon kívül még a Debreceni Orvos Egyesület, mert az együttes ülése volt minden csütörtökön délután. És itt bárki elméleti ember, klinikus, bárki előadhatott, jöttek a városból, sőt, jöttek Nyíregyházáról is, bárhonnan jöttek, és jöttek is gyakran, olyan volt a téma, és akkor ott hát minden előadás után, akkor mindig szépen megbeszélték, hogy mi, miért, hogy mi.
tulajdonképpen abban az időben ez képezte a legjobb továbbképzését. És ehhez a témához kapcsolódik ez, amit el szeretnék mondani, hogy a hetélyi professzor, aki kiváló belgyógyász volt, és együtt elismerte belgyógyász volt Magyarországon, nagyon jó viszonyban volt Hormann-professzor. És megállapodtak, hogy egy évenként, vagy két évenként, hol az egyik viszi a saját stábját oda, Szegedre, vagy pedig a debreceniek, vagy pedig ők jönnek ide. És egyik alkalommal, amikor megjelent Hetényi professzor, hát ezzel a stábbal, amik rettenetesen verekes emberek vannak itt, hát olyanok, mint Kovács Kármán, Rák Kármán, nem akarnak tovább sorolni, de én itt Almágyi Dénesnél szeretném tudni. Almágyi Dénes akkor egy nagyon ismert Magyarországon, nagyon ismert kardiológus volt. És akkor a szívkatéterezés még hát teljesen novum volt Magyarországon. Ő viszont azzal foglalkozott, és hemodinamikával. És tartott egy előadást, és hemodinamikával kapcsolatban, hogy az a különböző líciumban hogy változnak, vagy négy képletet felírt. De hát milyeneket, hogy 5-6 sor volt a képletben, és amikor befejezte, kérdezték, van-e hozzászólását, sírítsen, felállt egy ember, aki 3 vagy 4 éve végezhetett, akkor bekerült rászó, és ő jelentkezett, de már is megindult a tábla felé, felkapta a képet, és azt mondta, hogy hát ez mind rossz. És hát kérdezték tőle, hogy miért, és akkor fogta, és egyenként beült az elsőbe, megmondta aláhúzgálta, vagy most már nem emlékszem, aláhúzgálta, vagy én láttam, vagy lehúzta, az, ami nem jó, és akkor a végén azt letörölte, és ő felírta, hogy ez hogy jó, és ezt mind a végén megcsinálta. És van már erre valami gagyogott, de hát ő a földön kapásból megszáfolt. Hogy az nem tudom. Na most, ezt azért mondom, mert hát nem akárki voltam ez a Legerdi László. Egyszer a klinikának a folyosóján ott ült Szelet Tibor. Szelet Tibor volt a matematikus reménység Magyarországon, 30-valahány éves korában Kossuth Díjas lett. Annak ellenére, akkor Kossuth Díjas lett, annak ellenére, hogy tudták, hogy minden nap ott ült, vagy minden vasárnap ott ült a templomba, és ő egyáltalán ezt nem szabadta, sőt, ő hívjött mondja egy vallásra semmit. És Kossuth Díjat kapott. Hát akkor annak tudni kellett a matematikát, és kellett fordulni. Lényeg az, hogy mondom, hogy kit vársz, hát akkor be kell klasszikálni, hogy jó hangon arra mentem, még ott ül. Nincs klasszik, nincs. Később bizonyos időben megint megyek oda, és akkor azt mondja, hogy hát ilyen, hol lehet ez a Laci? Oda megy a portáshoz, megkérdeztem, hogy hol van, azt mondja, már a beséljön. És akkor mondom neki, hogy ő azt mondja, ez nagy valami. Mondom, miért? Beteg vagy? Akkor gyere, és akkor megnézek én, vagy valakit megkérek, hogy én. Nem, semmi bajom nincs. Hanem tudod, a bolyai geometria bizonyos tételeit én nem leszem, mert senkivel nem tudom megmutatni, csak egyedül vele. Még hozzá kellene, hogy ugyanabban a matematikai intézetben, akkor ott dolgozott egy másik akadémikus, aki szintén Kossuth Díjas. És annak még azt mondta, hogy csak vele tudja megvitatni ezeket a kérdéseket. És hát sajnos ezzel a szeretésből fordult elő, hogy nem sokára, jó néhány hónappal később, márhás, hogy együtt szubszerbrilistek, és elment a Legerdi Lászlóhoz, hogy Lacikám, vizsgálnám meg, elmehetek így Szegedre, mert ott akkor egy nagy nemzetközi matematikus konferenciát tartottak, és ő lett volna az egyik előadó. És a Legerdi Lászlóhoz vizsgált, és azt mondta, hogy hát egy ilyen kis enyhe hűléstől eltekintve
más tulajdonképpen nincs közben. És szerelem. És annak, ahogy megérkezett, estére már elázasodott, másnap reggel már elvesztette az eszméletét, bevitték a klinikára, és enkefalitiszbe két nap alatt meghalt. Na, amikor ezt meghallotta Vegyeldi, elkezdett örjöngeni, és előkapta a személyigazolványát, és a neve előtt nem kiradírozta a doktort, hanem kis piskával kihobalt. És többet betegkedni nem volt. Akkor a patológiára járt át, és a Gellner Bélához, aki nem tudom, hogy akkor már azt hiszem, hogy akkor már akadémikus volt, aki a rákkal foglalkozott tudományosan, és ő felvitte magával Vegyeldi Budapestre, a Budapesti Patológiai Intézetbe, amikor kérdezték, hogy miért ezt a belgyógyász pozolinát. Azt mondta, hogy azért, mert a Gél állapotot senki nem tudja, nem ismeri úgy Magyarországon, mint ő. Ő pedig, hát elsősorban ezzel foglalkozott, egy német László, aki tudjuk, hogy mennyire igényes volt. Különben ő is először német László orvos volt, valamennyire partizánként volt, de aztán irodalom történész lett, és gyakran meghívta magához Vegyeldi, és akkor kérdezték tőle, hogy miért hívja meg Vegyeldit, azt mondta meg egyedüli ember Magyarországon, akivel ő minden, a maga minden dimenziójában meg tud beszélni. Nagyon gyorsan, hát Fornyák professzornak az életében két nagy tragédiája volt, az egyik különösen az. Az egyik az, hogy 1944-ben el kellett hagyni a klinikát feleségével együtt Pestre ment, és azért, mert a felesége zsidó származás volt, és féltek a gyilkos terrortól. A másik, az pedig a Rajk László opera, ahogy valahogy belekeverték a fiát, és hát végül is kivégezték. Hát ez rettenetesen megviselte Forrest, egyetlen fia volt, nagyon-nagyon megviselte, de ez a munkájában nem látszott meg, de hát csak az önemésztés, önmarcangolódás az, ami benne küzdött, de ezt kívülről látni nem lehetett. És tulajdonképpen nagy rész ennek köszönhető az első infarktusa, ami őt az első infarktus épp a referátum közben érte, a folyóan referátum közben. Utána még 6 infarktus következett. Mindig dolgozott közben. És mindig elvégezte kiválóan a munkáját. Sajnos a 6-kal már nem tudott megmérkőzni, és meghalt. És bizony előfordult nem egyszer, mondták, hogy ő ment, a felesége éppen benfeküdt, és bementek oda, és látták, hogy ott fekszik a földön Fornyák professzor. És akkor úgy támogatták föl, egyszer előfordult, hogy a folyosón mentek vízi közben, és ott azt mondta, hogy hopsz, nekem le kell feküdnöm, és végig feküdt a földön. Mert ritmuszavarai voltak, és azt mondta, hogy mert ilyenkor annyira leesik a tenzióm, hogyha nem fekszek le, akkor elesek és nagyon megjöttem. Hát én azt hiszem, hogy ugye nem akarom tovább húzni az időt, mert tisztelatot kikapok. Akkor persze azt mondtam, méltán. Itt volt a Forne professzor, itt a felesége, Mici néni, külön legenda volt ő is, és hát itt van a stáb, és itt van Juhász Zsuzsa is, és halála után Pálcai Pál emlékérmet készített róla,
Dán Sándor professzor nagyon találó, méltató szavai az alábbiakban szummálta: humanitás, bölcsesség, éresállás, kritikai készség, pontosság és igényesség, harmonikus egységet. Ő jól ismerte a Pálcai Kornettól, félénybeli barátok is voltak, és az emlék élem hátadjával ezt kellett. Hát lenne még egy nem tév, amit mondok, de mert ez megtörtént, hogy a radiológus tartott előadást, és azt mondta, hogy illetve éppen a szív konfigurációkról volt szó. És akkor vetítette egy képet, és akkor mondta, na, mit tetszenek látni? Milyen konfigurációt tetszenek látni? Sérítsen. Hát, és pont rá nem látják. Aztán megszólalt egy nagyon halvány hang, hogy mitális, hogy mitális konfigurációja van. Erre. Na végre, hogy valaki ezt tudta, na álljon fel, aki volt. És nagy félelemmel felállt egy 18 éves fiatal takarító hölgy, aki minden előadáson ott ült, és végignézte, és a közelőtt a kétkezik, és hát én voltam. Köszönöm a türelmüket, és elmondom. Tisztelt professzor, azt mondja, hogy én ismerjük, kedves barátaim. Fent Istvánhoz szóló rövid megemlékezésemet, Jörg István alkotását a bemutatásával kezdtem, melyet 2007-ben alakult fel az Orvos Centrum szoborparkjában. Ezzel a szoborra állítottunk méltó emléket az ő életművének, több mint három évtizedes debreceni tevékenységének, és annak a szó szerint lehető iskolateremtő munkának, amelynek segítségével a tehetséges munkatársakat gyűjtött maguk köré, akik a megfelelő tudás és tapasztalat megszerzése után sikeres pályafutást végeztek. Rátérve a életrajzi... Zenkisztán családja Angliából települt át Erdélybe a 18. században. Apja Fent Emanuel képészmérnök volt, vasúti mérnök volt. Maga Vent István Karaton született 1899-ben, két testvére volt, László és Ferenc. Iskoláit Erdélyben végezte, majd a Temesvári Főgimnáziummal érettségizett 1917-ben. Ezután következett az első világháború, az olasz fronton teljesített szolgálatot, 18-ban szerelt le. 18-ban a család ketté szakadt, Fent István és Fent Ferenc jöttek Magyarországra, átrepültek, a család másik fele pedig Erdélybe maradt. Budapesten beiratkozott a Pázmány Péter Tudományi Egyetemre, és 1923-ban kapott orvosi diplomát. Már 21-től állást kapott a Pesti Bakteriológiai és Általános Kórtani Intézetben, melynek akkor a vezetője Rejszugó volt. Ez a tevékenysége, amely 4-5 év alatt 9 darab német nyelvű egyszerzős dolgozott eredményezett, tehát nagyon magas színvonalon sajátított el a szakmai dolgokat. Ezután következtek a külföldi tanulmányok, amelyekről meg beszélünk. 1930-ban szerzett magántanári képesítést a Kórián tárgyköréből, majd 32-ben nevezték a Debrecen Tisza István Tudományi Egyetem Élettani és Általános Kórtani Intézetének igazgatójának. A külföldi tanulmányait nagyon színvonalas intézetekben folytatta.
a budapesti intézkutatás révén bakteriológiai munkát végzett szénfehérjékkel anyagsérőkutatásra foglalkozott a Párizsi Egyetemen, a lapítókkal, majd két évre a Harvard Egyetemben, ahol Winkler professzor az Életem Intézetben tanulmányozta a keringés és a légzés változásait a sokban. Ennek aztán folytatásait a Juhász Nagysányú Szent Iványi Mártásféle tevékenység. Majd Angliában és Dániában töltött egy-egy éve Sörensennel dolgozva fehérjék fizikai kémiai sajátosságát. A Harvard Egyetemen nagyon színvonalas munkát végzett, és nagyon megszeretett az ottaniakkal a magyar konyhát, a magyar zenét, nagyon szépen hegedült. És itt vannak azok a dolgozatok, amelyek ma is nagyon előkelően mutatnak egy élettanásznak a dolgozatában, amelyeknek zsögnál a fizológiai cikkek. És ez után ugye kinevezték 32-ben Debrecenben. Nézzük meg a Debreceni indulását. 18-ban az egyik egyetem alapító professzor Bernhard Figyes volt, aki létrehozta és megszervezte az Életem Intézetet, és rögtön az elején nemzetközi elismertséggel nagyon színvonalas kutatómunkát szervezett. Sajnos Petersberg Kunó, aki nagyon sok pozitív dolog fűződik a neléhez, felkérte Bernhard Figyest a Tihanyi Biológiai Kutatóintézet megszervezésére, és innentől kezdve Bernhard figyelmi megoszlott Debrecen és Tihany között, ami nyilván meg lett a következő. Végezetül pedig a magyarországi pályafutása 1930-ban ért véget, akkor a Vázai Egyetem kinevezte az ottani életem intézet igazgatóján. Később ért aztán a gerontológiai laboratórium, amikor én nálatta aktív munkát befejezni és tudjunk. 30 és 32 között tehát nem volt vezetője az intézetnek, egy interregnum volt, annak a megfelelő következményével, amikor megjelent Bent István, és a külföldi tapasztalatok alapján nagyon színvonalos munkát szervezett az intézetben. 10 év után nem ünnepelték a 10 éves jubileumot, amelynek alkalmával a munkatársak egy fényképalbumot készítettek, amely az intézet 10 éves szereplőit mutatja be lényegében. Nagyon tanúságos egy-két arcképet megnézünk ebből az albumból. Richard Kahneman, aki később a Pécsi Élettan Intézetnek lett az igazgatója, Kesztyűs Órán, aki nálunk a kortani, Pusztanárul, aki az üveggyógyászaton tevékenykedett, Várterész Vilmos, aki az Országos Sugárbiológiai Intézet vezetője lett, Majerszki Klára, Sándor Kálmának a felesége, majd Lent Ferenc, aki az egyes belgyógyítnak volt az orvosa. Végezetül megmutatnám még Vargemér, Nagy János és Szilágyi Tibor fényképét. Látjuk, hogy az idő nem mondjuk el, senki nem tudom. Ugyanezen 10 éves jubileum alkalmával a Tisza István Tudományos Társaság egy jubileum kötetet jelentetett meg, amelyben összegyűjtötte az életvényezően 10 éves publikációi, és itt vannak a legfontosabb témakörök, amelyek az intézetben akkor műveltek. Szeretném kihangsúlyozni, nem a szájnkimetria fontosságát hangsúlyozni, amiről szeretném lejönni, 10 év alatt az intézetben 181 inexenzó dolgozat született, 70 német nyelven, 12 angol, franciául, 94 magyar nyelvű dolgozat, tehát a Vent iskola, a Vent intézet akkor már nemzetközi elismertséggel rendelkezett, mert a dolgozat sorozat, ez egyértelműen ezt mutatjuk. Részt vett az egyetem vezetésében is, orvoskori dékán is volt egy időben, ez a rektori tanár fényképen. Aztán kitört a második világháború, ő 1944-ben elment egy megbeszélésre Budapestre, és hónapokig nem tudott hazajönni a harci cselekmények miatt. Amikor hazajött, 1945-ben le is tartóztatták a Hamisvárok alapján, és később csak Szent Györgyi Albert, Sánta Kálmán és Jenei Endre összefogásával sikerült felmentetni, és elfogadtatni azt, hogy tulajdonképpen méltánytanúság érti.
ez az a pont, ahol meg lehet mondni a három évtizednek a mérlegét. Az első évtizedben 187 dolgozat jelennek. Ebben a második évtizedben, amely lényegében a második világháború és a közönséges követő évekről ellenek fel, csak 36 dolgozat volt, majd a harmadik évtizedben már megindult egy kilábalás, és 116 dolgozat jegyezik. Ezt követően újraindult a tudományos és oktató munka az intézetben, tudományos érdemeinek elismeréséül 48-ban az MTA levelező tagjával választották, már nem sokáig tartott a helyzetben, 49-ben már ki is zárták, mert a tagvédszámot 215-től 128-ra csökkentették, visszaminősítették tanácskozó tagnak, majd 54-ben választották meg újra az akkor biológiai és orvosi tudományi osztályának a szolgálások alapján. Ezt követően még rektorhelyettese volt a DOTÉ-nek, tehát már a vezető választást tudott elfoglalni, majd pedig a különböző állami kitüntetések a munkájának az elismerését mutatták. Az orvosképzésben ugye a több mint három évtized révén nagyon tevékeny a része, nem csak az, hogy nem csak, hogy nagy számú hallgatónak a orvosi diplomájában játszott felépő szerepet szervezte az oktatás minden vonatkozásban, hanem kiemelendő az életünk könyv. Én azt hiszem, akik itt ülnek nagyon sokan, a Vend István Élettan könyvéből tanulták az élettan, egy nagyon jó nyelven megírt, nagyon szép magyarsággal megírt, logikus, és ez volt a veszélye is, mert valaki elolvasta, azt hiszem, hogy tudja. Ezek a fényképek a tanteremben, amikor a búcsúelőadás történt, itt pedig amikor a Krombergi professzor együtt fogadják a végzős hallgatókat, lehet látni ezt a baráti együttműködés légkört, ami jellemezte az ő együttérésként. Tudományos munkája számos területre terjedt ki, tanulmányozta az antidaxiális mechanizmusát, a szintetikus hormonantigéneket, a hisztamin azoprotein, a humorális ellenregulációt, illetve a koronári keringés szabályozását. Nagyon jelentős szerepet játszott a Magyar Élettanitársaság tudományos tevékenységében. Életművel tulajdonképpen 110 megszűnő publikációban áll. 1963. májusában hunyt el. Nekem nagyon emlékezetes halálesetén, aznap szikorodoztam gyermekgyógyászatból, ez volt a szikoró éven. Tehát én Vend Istvánnal már csak diákkörösként tudtam találkozni, és elmaradtak azok a lehetőségek, amelyek egy későbbi együttműködésből előkészítettek volna. A doterezés 1975-ben is határozott, hogy emlékét megőrzendő egy emlékjelmet alapít, amelyet két évente kapnak meg a kiváló kutató munkát végzők. Ez a imponáló népsor folyamatosan minden éven feleleveníti Vend István emlékét. Én felvetődik a kérdés, hogy mit tanulhatunk Vend Istvánról, mi az üzenet, amelyik ma is a számunkra. Én azt hiszem, egyértelműen az, hogy ha valaki kellő tehetséggel, felkészültséggel, iskolázottsággal és megfelelő empátiával következetesen szervezi a tudományos életet, akkor egészen rossz körülmények között is eredményt tud elérni. És soha nem szabad feladni, ugye, hogy ő se adta fel. A későtoron nagyon fontos ez az emlékére, nagyon fontos a szobor, de az fontos, hogy a Vend István hagyatékát mi magunk őrizzük meg. Köszönöm szépen! Szépen köszönjük. Hát sajnos valóban
Bent István professzor úr már nem volt oktathatott bennünket, ahogy elmondta Laci, 63-ban halt meg. Én valam sem ismertem már csak a hírét. A következő előadásban Jenei Emre professzorról, az utolsó polihisztorról hallunk, akit csak a bürokrácia akadályozott meg a Nobel-díj elnyerésében. Jenei professzor. Emlékét Gertai professzor úr eleveníti fel számunkra. Tisztelt professzor asszony, hölgyeim és uraim! Amikor 1934-ben Jenei professzor úr Debrecenbe érkezett, akkor már egy tekintélyes életpálya állott mögöttem. A Maros melletti kisfaluba eltöltött gyermekkor a nagyanyádi kollégiumban eltöltött szorgos diákévek után Kolozsvári Egyetemre iratkozik be. Sajnos tanulmányai többszörös katonai behívás zavarja meg, majd az első világháború alatt csapatorvos, azután tábori kórházban teljesít szolgálatot, majd pedig egy járványkórháznak vesz a parancsnoka. A szabadságolások rövid idejében szerzi meg a diplomáját, és ugyanakkor tanársegéd lesz a Kolozsvári Egyetem általános kórtan és gyógytani intézetében, amely intézetet annak idején Hőgyes Endre szervezett meg, és tette a magyar experimentális patológia egyik fejlővárával. Időközben véget ért az első világháború, és ennek következtében a Kolozsvári Egyetem számüzetett. Jenei professzor is a Csonkaországba érkezett haza, és talán kevesen tudják, hogy elsősorban Debrecen fogadta be, ahol az itteni városi kórház járványosztályán lett gyakorlóorvos. Két év után azonban már sokat emlegetett Klebersberg Kuno nagyszerű politikája következtében száműzött Kolozsvári Egyetem oktatói gyülekeztek Szegeden, és Jenei Endre is ide tért vissza a most már Szegeden működő általános gyógytani intézetben. Csak hamar alkalom nyílt nyugatra menni, és Berlinbe ment a Próbekok intézetbe, ahol 3 hónapig dolgozott, de közben felfedezi a mikrobán antagonizmusát, amely majd később évtizedek múlva egész antibiotikum kutatásnak lesz az alapja, és nem véletlenül, hogy a streptomicin felfedezője, a Nobel-díjas Waxman is idézi a munkájába. Hazatér, majd most 2 éves ösztöndíjat kap az Egyesült Államokból. Ki is utazik és végigjárja a Keleti Park egyetemeit, és indult el a New York-i Columbia Egyetemnek a patológia intézetében, ahol a világhírű rákutató Jablin professzor abban fogadja, hogy átott neki általa előállított fehérjementes máj és légkivonatokat, és megbízza abban, hogy a saját belátása szerint ő nem szól bele, nézze meg annak a hatását a vélegenerációra. Jenei Endre anémiását egy nyulakon vizsgálja azt a kérdést, ragyogóan megoldja, majd ott hagyja a jegyzőkönyveket Jablinnál, aki ki tudja miért, majd csak 2 év múlva fogja leközölni. Nos, ez alatt a 2 év alatt azonban megjelenik 3 bosztoni kutató munkája, amelyben beszámolnak arról, hogy nyers máj etetésével, illetve később az abból készült fehérjementes kivonattal anémia perniciózás betegeket gyógyítanak meg, és az addig gyógyíthatatlannak megbetegedésről szóló közleményükben, amelyik akkor
hamarabb jelent meg, mint a Csapi jeleiféle közlemény, később megérdemelte Nobel-díjat kaptak. Hát ez tulajdonképpen ennek a története, hiteles története, ennek az azóta is fennálló legendája. A jelenlegi professzor hazajött. Szegeden van, itt csak hamar egyetemi magántanár lesz, baktérium tan tárgykörből, majd pedig adjunktus és egész fiatalon professzor lesz az ottani általános kórtani tanszéken. Nagy lelkes munka indul, sok közeményből kettőt szeretnénk mindössze megjeleníteni. Az egyik az, hogy miközben túlélő csontvelő készítmény vizsgálja különböző anyagok hatását, felvetik a kobaltnak a szerepét a véregenerációban. Több évtizeden kell, amikor már meg tudjuk, hogy valóban a B12 vitamin kobaltot tartalmaz. A másik nagy felfedezése az, hogy urémiássá tett kutyákon peritoneális dialíziseket végez, egyik az elsőknek, akik ezt megcsinálják, és leírja, hogy a kutyák életével meghosszabbítható. Megint évtizedek telnek el, amíg bevonul az orvosi gyakorlatba peritoneális dialízis. Ezt a ragyogó munkásságot azonban valami megszakítja. 1934-ben a Kultusminisztériumtól kap egy furcsa levelet, amelyben felkérik, hogy a Szegedi Egyetem kórtani tanszékét cserélje fel a Debreceni Egyetem gyógyszertani és közegészségtani tanszékével, és bár már is tudjuk, hogy ennek a levélnek mi állhat a hátterében, Jenei Endrenünk lojális állampolgárhoz elfogadja, családjával Debrecenbe költözik, és a további 36 éve rendkívül szerencsés kézzel a kemoterápiát választja a tudományos kutatása középpontjába. Azért mondom szerencsésnek, mert ez egyszerre gyógyszertan is, és egyszerre közegészségtan is. És amikor már később a gyógyszertani intézet kiválik és önálló intézetté válik, akkor is tovább folytatja a kutatásait Zsolnai Tiborral, számos vegyületet állítanak elő, amelyek közül többet is szabadalmaztak. Az én szívemhez azonban közelebb áll az a kutatása, amelynek az a lényege, hogy a modern immunológia kifejlődése előtti évtizeddel leírja, hogy a limfociták egy része plazmasejtekké alakulhat át. Sajnos ezek a közlemények magyarul és németül jelentek meg, nem vett róla a tudomást annyira a világra, csak később, évekkel később. A harmadik nagy téma, amelyet itt végzett, megint előrendtartott. A flavonokkal dolgozott, és a flavonoknak a keringésre a tőle hatását vizsgálta. Évtizedek teltek el, és a mai napjaink nagy kutatás iránya, hogy amint egy 5000 vegyületet számláló különböző flavonoidok a daganatos betegségek kemoprevenciójában, az érbetegségek kemoprevenciójában egyaránt kiválóan használható, és néhány éve tudjuk azt is, hogy az Alzheimer megbetegedésben a betegség kifejlődését is tulajdonképpen még lehet hosszabb. A második világháború után számosan jelentkeztek fiatalok az intézetébe, ebben az örömbe azonban külön cseppek is kerültek. Hogy miért, azt mindjárt felolvasom egyik jelenlegi professzorunk feljegyzéseit között. Támadtak bennünket, vezetőket a fiatalok a fordulat évében, hogy ne akarjunk kórélettani intézetet csinálni a közegészségtani intézetből. Miért nem foglalkozunk inkább egészségügyi szervezéssel?
Na, ez a konfliktus megoldódott, mert lett egy külön egészségügyi szervezési csoport, amelyből később intézet is lett. Azonban valószínű, hogy Jenei professzor is elgondolkozhatott azon, hogy az előbb említett elméleti kutatásokon kívül nem kellene-e a mindennapi élet gyakorlati közegészségügyi kérdéseire tudományos módon válaszokat adni, esetleg emberi vizsgálatokat végezni. És az ember megnézi az egyből az időből származó közleményeket, csak hamar kiderül, hogy abban szó esik a levegő szennyeződéséről, a szénmonoxid krónikus mérgezésről, a levegő radioaktivitásának a méréséről, táplálkozás egészségbeli kísérletekről, szó esik benne lakás egészségéről, szó esik benne falu higiénéről, és szó esik benne az iskoláskorú gyermekek egészségi állapotáról és fejlődés biológiáról. Persze megint megvolt a kritika. Túl sokat foglalkozik, túl sok hülyeséggel foglalkozik az intézet. A higiénes szakemberei azonban jól tudták, de mindennapi élet állandóan közegészségügyi kérdéseket vet fel, és kell valahol Magyarországon egy olyan intézet, amelyik intézetben erre felvetett kérdésekre alapos laboratóriumi vizsgálat a választ. Tudta ezt az a grémium is, amelyik azután 1963-ban a már idősödő tudósnak Kossuth-díjat helyezette. Ha mindazt összefoglaljuk, amit az előbb ismertettem, azt kell mondanunk, hogy korát évekkel, évtizedekkel megelőző gondolatokat vetett fel, és joggal büszke lehet ma is a Debreceni Egyetem, hogy erre hivatkozhat. Ugyanakkor mégsem lett világhírű ember. Nem lett azért, mert a magyar tudomány mindig izolált volt. Nem lett azért, mert a magyar tudomány mindig szegény volt, de főleg nem lett azért, mert rendkívül szerény, sőt zárkózott ember volt. És hozzá kell még azt is tenni, hogy oktatói munkát is végzett, társadalmi kötelezettségeik is voltak, és tulajdonképpen élete gyertyáját két végén égette, és így nem maradt lehetősége arra, hogy egy-egy kérdésben hosszú ideig akár évekig is elmerüljön. Ami az oktatást illeti, ne felejtsük el, mindig két tantárgyat oktatott. Először gyógyszertant és közegészségtant, majd mikrobiológiát és közegészségtant, viszonylag két nagy óraszámú tantárgy, amelyikre alaposan fel kellett készülni. Nem csak írhatott. Írt is. Két higiénekönyvben írt kiváló fejezeteket. Váci Lajossal együtt megírta az alkalmazott bakteriológia továbbképző tankönyvét. És végül az orvosi lexikon mind a négy kötetében rendkívül tömör szócikkeket írt, ami valószínű egy hatalmas munkát jelent. Jenei professzor intézetében gyűltek, gyülekeztek a munkatársak, akikkel foglalkozott, és akiket különösen az vonzott, hogy az előadásai komoly gyakorlatokkal egészítette ki. Ez például az Egyesült Államokban hozta magával a gyakorlati oktatásnak ezt a szeretetét, és azok a fiatal hallgatók, vagy fiatal doktorok, akik bekerültek az intézetébe, vagy a tudományos pályát, hogy a gyakorlati közegészségügyi, főképpen laboratóriumi pályát választották, és én összeszámoltam, 8 tanítványa lett, tanszékvezető egyetemi tanár, 4 főjárigazgató lett, és többen a magyar egészségügy vezetői közé tartoztak. Az iskolateremtés igazi nagymesteren.
Igen, és én magam nem voltam jelenlegi professzor tanítványa. Ismertem őt a higiénikus kongresszusokról, ismertem arról is, hogy az Országos Közegészségügyi Intézetben, ahol 20 évig dolgoztam, elég gyakran eljött, előadásokat tartott, és mindig tiszteltem hihetetlen lexikális tudásáért, ragyogó gondolataiért, és azért, hogy annyira szívélyes és kedves volt minden fiatal kutatójelölthöz. Nagyon tiszteltem, de talán az utolsó emlékem vele egy egészen különleges körülmények között történt, és engedjék meg a befejezésről ezt elmesélni. Valamelyik Balaton városkában 1960-as években a Magyar Higiénikusok Társasága vándorgyűlést tartott. Az ebédet már megettük, a délutáni szekció még nem kezdődött el, és a kis társaság a szeptember végi napot élvezni nem ment a kedve. Ebben a kis társaságban foglalt helyet Kenei Endre professzor, valamint az Országos Közegészségügyi Intézetei meglehetősen szemellenzős, de soha senkinek nem ártó pártitkára. A jövő héten, mondotta, Bratislavába kell utaznom falu higiénés kongresszusra. Talán Pozsonyt akartál mondani, mondta erre egy halk hang. Nem Bratislavát. Nem szeretném, ha a csehszlovák elvtársak azt hinnék, hogy Sovinsznak. Zavarcsend következett, majd halk torok köszörülés. Tudod, Lajos, mondta a jelenlegi professzor, én egy hónap múlva megyek Bécsbe, nem Wienbe, Bécsbe. Mégsem ez egyetlen egy osztály kollégám se Sovinsznának hozta. Hát így maradt meg bennem, nem csak nagy tudósnak, megmaradt bennem egy halkszavú, de dacos magyarulnak, és a Bala háttérrel, az őszi Balatonnal, a nyártól búcsúzó nappal és az elmúlás leeretével együtt mondjak meg az emlékezetemben. Köszönöm, köszönöm. Kedves kollégák, egy ilyen intézetnek a vezetője lenne, hogy Sánta Kálmán nem semmi kihívás, és nyilván nem is lehet a normába lépni. Engem nagyon sokat foglalkozott ott az ő munkássága, emberi tartása, méltó szerepe. Azban a szerencsével részesültem, hogy ismertem személyesen, sőt, némi szerintelensége barátomnak, akit mentem a feleséget, Klárát, akit engedni kellett mindig. És ő rengeteget mesélt képekkel, filmekkel, levelekkel ajándékozott, meg olyanokkal is, amik nem jelentek meg a könyvben, és amiket talán nem is mutatott meg senkinek. Sánta azt írt, azt mondta, amikor a kormányzó gyűrűt megkapta, minden vizsgája jeles volt, hogy én soha nem foglalkoztam politikával, amíg mások lent az utcán andalíroztak, hogy hol jobb, hol baloldal, 30-as éveket írjuk, akkor én mindig csak tanultam. És ha ő nem Kelet-Európában születik, akkor biztos, hogy a csillaga még magasabbra megy. Ő nem akart politikával foglalkozni, de a politika foglalkozott vele. És én úgy gondolom, nyilván nem volt hibátlan ember, és vannak olyanok, akiknek talán ő is tüskét hagyott a szívében, de én azt gondolom, hogy az az elkötelezettség, amivel ő a szakmája iránt, amennyire ő elkötelezett volt, és azok az álfordulók, amelyek nagyon sok mindenkit ideológiai napraforgóvá tettek, ő megmaradt abban a gondolatrendszerben, amiben élt, saját magához hű maradt, ahogy annak idején Knight is írta, hű maradt önmagához. Én, amit most be szeretnék mutatni önöknek, ez egy csapatmunkának az eredménye. Amikor eznek a szövegkönyvét írtam,
ezek a levelek soha nem íródtak meg, de minden szava igaz, tehát csak vagy Sánta életrajzi adataim alapulnak, vagy Klári mesélte, vagy elérhető bárhol máshogy. Én mégis arra voltam kíváncsi, hiszen abban a 15 perces összeállításban, filmben nevezük annak, benne van minden, amit ő alkotott, hány operációt is mit ért el, de mégis az érdekelt, hogy ebben a pici országban hogy tudta ő megőrizni azt a belső tartást, amit olyan sokan elveszítettek. Hogy ki nyert és ki veszített, azt mindenki eldönti a film végén. Talán nagyon egyszerű is a válasz, hogy mennyire nem csak Sántáról van szó, egy nagyon érdekes dolgot hagyd mondjak el önöknek, amit én is csak tegnap előtt hallottam. Annak idején talán emlékeznek rá, 30 évvel ezelőtt, amikor a hidegháború csúcson volt, az Amerikai Pszichiátriai Társaság konferenciára megtiltotta a Szovjetunió, hogy a kommunista blokkos országainak pszichiátriai kimenjenek. És Juhász Pál, akiről ma nem lesz szó, mert nem írjuk majd máskor, az ő Füttyethányt ennek is részt vette ezen a konferencián, és itt előadást is tartott, nem is érték meg őt. Megjelent tavaly egy könyv Amerikában, egy neves pszichiáterikra, az a címe, hogy a hidegháború pszichiátriája és a pszichiátriáról szól, és az ajánlásában a következő olvasható, Juhász Pálnak ajánlom, aki hű maradt önmagához, és példát mutatott minden totalitárius rendszerelmi harcban. Soha nem találkoztam Juhász Pállal. Kérdés az, hogy vajon kinek a tanulsága örökebbe, vajon kinek a tankjai erősebbeket, amikor Teheránban Churchill, Roosevelt és Stalin tárgyaltak, akkor azt mondták, hogy Olaszország jövőjéről szólt Churchill, csak meg kéne kérdezni a pápát is. És akkor Stalin bonyosan megkérdezte, hogy igen, és hány halosztálya van a pápának. És azt szeretném megkérdezni, hogy hol van most Stalin. Úgyhogy ezt a filmet Csiki Zsolttal és a munkatársaimmal együtt csináltuk, fogadják szeretettel. Hol vannak a nagyszülők? Hol vannak a vének? Akik tudtak még énekeket, akik tudták miért élnek, nincs talán már semmi. Csak egy elsötétült ország, ahol a gondolatot, a szót előre megírják. Mégis végigjátszunk utolsó pusánkat. A senki ellen védünk egy nem létező várat. Végig a kereszt útján, hátunkon cipelve a szót, ezer éve járjunk a magyar passiót. Drága édesanyám, hálva a kormányzó gyűrűs diplomának állást kaptam a pesti ideg és elmeklinikán. Nagyon sokat dolgozom. Néha teljesen vörös a szemem a sok mikrofontól. Képzelj, anyám, még a szövettani metszeteket is magunk készítjük. Úgy érzem magam, mint egy szakács, olyan sokat kogyvasztjuk a forró partin. Egyébként pedig a hétköznapok és az ünnepek egybemosódnak. Schaffer professzor például vasárnap délután szereti megbeszélni a kéziratokat, akár húsvét vasárnap délután. Hát a Fenyő bizony kemény ember. Képzelje, az egyik kollégánkat azért tanácsolta el, mert nem idézte a professzor. Kollega úr, maga úgy tesz, mintha én nem is léteznék. Érdekes témát akartam.
a zseniális számolási képesség anatómiai alapjait mutató. Éjjel-nappal dolgozok, de a munkán kívül nem is nagyon tudnék más csinálni, hiszen tudja anyám, egy cserétkönyves orvos fizetése az éjjelaláshoz sok, a boldogsághoz pedig kevés. Éve vagyok ebben a nagyon franciás Montreálban, olyan kutatási feltételek között, amiről Budapesten nem is álmodoztam. Képzelje, most jelenik meg a 8. közleménye. Édesanyám, Marikonban vagyok. Benfield professzor azt mondja, maradjon Amerikában. Mit tegyek? Itt sokkal jobban lehet dolgozni, kevesebb a pékjó és a kicsinyes irigység. Otthon minden olyan nehézkes, olyan elavult. Irtózom attól is, hogy visszatérjek oda, ahol félművelt emberek politikusként handabandáznak, ahol tótáros állatértelem. Hallom, hogy az emberek származást kutatnak, keresztnevelek után rohoznak. Szerintem csak azok bújnak a faj mitosza mögé, akik saját értékteremtő képességeikben nem bíznak. Csak ilyeneknek van szükségük a csordára. De azt is érzem, ott van a helyem, ahol ilyen nagy az ínség, ahol gyülekeznek a vihartyák. Talán önzés és gyávaság is maradni, talán várnak olyanok is, akiknek szüksége van arra, amit tanultam. Valami nagyon új dolgot tudnánk együtt csinálni, valahogy úgy, ahogy édesanyám kedvenc költője írta, vadócba rózsát oltani, hogy szebb legyen a világ. Édesanyám, mit tegyek? Könnyebb lesz majd a sorsot oldalon. Eredj! Szállj, mint a fecske délnek, vagy északnak, mint a viharodár. Magasából a mérhetetlen égnek kémleld a pontot, hol fészekre kurvágyait kibontod. Eredj, ha tudsz! Eredj, ha hittelen hiszed, a hontalanság odakülön nem keserűbb, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakülön a világban, nem ácsol a lelkedből, ez érző, élő fából, az emlékezés új kereszt. Megkaptam a kinevezést. Örömömben körül bicikliztem a klinikát. Hát, a legjobb. Az orvosok csak tátották a szájukat, micsoda figura az ő professzoruk. Egy 36 éves tacskó az arisztokratikus elvő után. Azt mondják, Benedek professzor még balettozott is, és reggelente lóháton érkezett. Hát az én személyemben nem ilyen professzora lesz a klinikának.
36 évesen már se balettozni, se lovagolni nem érdemes megtanulni. Alig várom, hogy elkezdhessük az aktivitást. Nagy újságban megérkezett az EEG, túl vagyunk a 100. agyműtéten, és még csak október van. Anyám, ilyen csapattal a határ a csillagos lény. Remek diagnoszták, áldozatvízforgosok. Ullai, Turzó, Majerszki, és még sorolhatnám. Az utóbbi értelmes kivégyállán. Megmondom őszintén, nem csak mint orvos tartom figyelemre méltónak. Ugye megért engem anyám. Végül is nem készültem szerzetesnek. Azt tetszett kérni, vigyázzak magamra, ne dolgozzak sokat. Sajnos ezt nem ígérhetem. Délelőtt vizit, műtét, délután patológia, éjjel meg a frissen műtöttek. Tetszik tudni, az agyműtét után az első éjszaka nagyon kritikus. Gépek hiány marad a tapintás, a fül, meg az orvosi szem. A szemünk már vörös a sok éjszakától, úgy nézünk ki, mint egy csapat üregény úr. De ne aggódjon anyám, igyekszem követni tanácsát. Mindig vasalt öltön és nyakkendő. Ne higgye senki, hogy a fáradtság jogosított rehánságra. A környéken valóban nagy a szegénység. Ezért ingyen rendelést nyitottam vagyontalan ideg és kedélybetegeknek, ahova bárki jöhet, és hál' Istennek jönnek is az egész országból. Környékét lebombázták. Az egyetemet énállal menekítették, csupán 4 professzor maradt és 700 hallgató. Elvállaltam az egyetem vezetését, valahogy be kell indítani az életet. Én nem mozdulok. A klinikám tele rejtőzőkkel, a lelkiismeretem tiszta, nincs mitől félnem. Nem fogja elhinni anyám, de egy tehenünk is van. Azt feljük, hogy te is jusson a betegeknek. Ettől rosszabb már nem jöhet. Bár azt is látom, a felszabadító bizony nem Tolsztoj vagy Dosztojevszkij unokái. De a legfontosabb, hogy végre béke van. Emlékszik, hányszor sóhajtottuk papit soron. Béke, béke, béke már. Legyen vége már. Klári Angliában járt, azt mondja, nem vagyunk távol az angol színvonaltól. Egyre többen jönnek az egész országból, szinte ki se látunk a munkából. De higgye el, munkatársai nélkül se a Kossuth-díjat, se az akadémia tagságot nem értem volna el. Szeretném, ha eljönne és megismerni őket. Ja, és megne fázom. Mostanában hűvösen az estét. Valahogy úgy érzem, a politikai égbor kezd beborulni, lassan elfogy a levegőm. Ugyanaz a gyűlölet mérgez, mint a nyilasok idején, csak az ellenség most nem a zsidó, hanem a másik osztályhoz tartozó.
de én nem tudom embertársamat csak azért utálni, mert gyáros vagy földbirtokos volt, csak azért szeretni, mert munkás és nem egy kastélyban született. Én az embert csak jelleme és teljesítménye alapján tudom becsülni. Leidéztek a párbizottságra, mert tiltakoztam a kötelező katonai szolgálat ellen. Anyám, én nem hiszem, ha békét akarsz, készülj a háborúra. Ha a felszínt megkaparod, a mélyben piszkos érdekek macskárukkalsz. A háború sárkány bobbet is. Belőle bosszú és gyűlölet származik. Éjszakánként felriadok, attól félek, megint visszajön a pokol. Csak most már nem barna, hanem vörös színekben. Azt mondják, éjszaka lefüggönyzött kocsi jár, és akit elvisznek, arról többé nem lehet hallani. De rossz hírem van. Hallgatóim feljelentettek Stahanovval kapcsolatos előadásom miatt. Az akadémia boszorkánykel után kizárt, értelmesnek gondolt professzorok versenyt nyaláztak. A neves kortanász a fülembe súgta Kálmán, ezt meg kell tennem, tudod, az élet alkalmazkodás. Hát igen. Ha mindig kaméleon ruhát viselsz, egy idő után nem marad más, csak a színházi kosztüm észre. Tudod, ezek az erkölcsi rövid nadrágosok nem is igazán gonoszak, csupán silányok. Helyettük szégyellem magam. Elküldtek Balassagyarmatra is te átadni. Ha nem érezném gyávaságnak, megölném magam. De itt van Klári és a gyerekek. Beteg vagyok. Valami furcsa kor terjedt bennem, amiről még soha sehol nem olvastam. Állandó szédülés, alacsony vérnyomás. Ez nem lehet egyszerű neurasztémia. Már nem érdekel, hogy rehabilitált az akadémia, az egyetem is visszavár. Késő. Szégyen, hogy ugyanazok a politikai napraforgók rehabilitáltak, akik elítéltek. Csupán 53 éves vagyok, de úgy érzem, ezer esztendőt éltem. Hát tényleg semmiért? Halló, Budapesten kitört a forradalom. Félek, ez is majd vérbe és mocsokba fullad. A tanba és hazugságba öltözött hatalom nem tűri el, hogy az emberek szabadon lélegezzenek. Sosem voltam vallásos, de mostanában gyakran kezemben a Biblia. Hát bizony, 2000 év alatt nem sokat javult a világ. Látod? A názáreti ács fia a békét hozta, mégis keresztel fogadták. Az utcán már törögnek a fegyverek, az emberek ezrével menekülnek. Mindennek behalkonyult. Nem tudom, mi lesz Klárival és a gyerekekkel. Nem tudom velünk, mi lesz. Vigyázzon magára, és az Isten áldja meg. Szerető fia, Kálmán. Thank you.
Végül is tudnod kell, mi volt a dolgod a Földön. Semmi esetre sem az, hogy címeket, rangokat gyűjts, elnök legyél valamilyen társaságban, díszes ruhába sétálj, és rázzad a csengőt. Az sem, és ez már jobban fáj, hogy boldog legyél. Mert boldogság nincsen, hiszen minden vágyad a megvalósulás pillanatában eltorzul, és inkább nyújt már, mint öröm. Ilyen az ember. Nem. Egyetlen dolgod, létezésed egyetlen értelme a Földön, hogy megismerjed az emberi és a világi dolgok igazi természetét, az emberi és világi tünemények összetartozását, és méltányosan viselkedj akkor is, ha embertársaid méltatlanul viselkednek. Ez volt a dolgod a Földön. Nem több. Valójában ismertük Sánta Kálmánnak az életét és mindazt, ami vele történt. Mégis a film abszolút megkapó és megdöbbentő volt. Nem csak Sánta Kálmánnak a sorsát ismertük újra meg, hanem az interpretáció is művészi színvonalból, Szemba Csiba professzor úrnak a költői vénáját és a művészi tehetségét is tükrözte számunkra ez a film. Örülök, Laci, hogy a film mellett döntöttünk, és köszönjük szépen, hogy bemutattad. Kérjük a hozzájárulásodat, hogy a többi előadáshoz hasonlóan felrakhassuk a honlapunkra. Igen, rendben? Nagyon szépen köszönjük még egyszer, és örülünk, hogy láttuk, azt hiszem, hogy mindenki nevében mondhatom. Köszönjük. Kovács Péter professzorodat kérem. És ezúttal Vágyi Nagy Tiborról, a gyógyszerkutatóról és a gyógyszertan professzoráról hallunk. Őreim és Uraim, azt hiszem, ennek a filmek a szépigművés után nagyon nehéz bármiról beszélni. De még Vágyi Nagy Tibor professzoró sem senki volt, amikor nagyobb hanem egy nagyon nagy ember, és megpróbálok akkor róla beszélni. Vágyi Nagy Tibornak, ennek a kitűnő gyógyszerkutatónak és gyógyszertan kitűnő oktatójának néhány hét múlva lesz, a 100 éves születés. Úgyhogy ez is ok arra, hogy így lehet hallani? Ez is ok arra, hogy hát beszéljük róla valamit. És aki többet szeretne tudni róla, mint amit én most el tudok mondani, annak tudom ajánlani Hermáti Ferenc professzorunknak a szerzőjeként készült könyvet Vágyi Nagy Tibor professzorról, be kell vallani, hogy nagyon sok mindenkit is minden másoltam, minden megtenne oktató tevékenység. Gyógyszertan és élettan volt tanáltam. Gyógyszertan és életben volt a tantárnak a jó. Gyógyszertan és életben volt a tantárnak a neve, és az előadásokat reggel 7-től 8-ig tartotta mindig,
azért, hogy az előadásnak a megtartása ne vágja ketté a kutatási munkát reggel 8 és késő este között. A gyógyszertan gyakorlat, ahol állatkísérletek is voltak abban az időben. És itt azon tilosan, amikor arra mutat egy pár szó, hogy azokat is tulajdonképpen oktatta, akik már rég diplomát szereztek, hanem dolgoztak, mint kutatók, és a kutatáson nagyon sok mindent tanultak tőle, eddig megbeszélünk. Élete sorsa, Debrecenben született. Édesapja vezérlőknagy volt, nagyon magas volt, tanár. Fazekas gimnáziumba járt, és a kínja tanára Nádorgyi József volt. Ugye van egy olyan, aki ismeri Nádorgyi József tanárja, és azt gondolom, van ugye, aki tanított, tűzik megmutatni, nagy tanárnak, és azt gondolom, hogy Nádorgyi tanár úrnak a munkája, tanítói munkája, az segíthette, irányíthatta Weiner Tibor gimnazistát ahhoz, hogy a érettségi után orvosi vegyek a kémiai szakra menjen, és két évig kémiai hallgató volt a gyerekkel, aztán mentál orvosan hallgatónak, ami egy rendkívül pozitív dolog volt a farmakológia területén, hogy valaki alapvető kémiai tudása is rendelkezett. 36-tól kezdett a gyógyszertani intézetben dolgozni, és két évvel később 38-ban szerezett meg az orvosi diplomáját. Ez egy másik következő kép, nem csak orvosi diplomát szerzett, hanem repülő orvosi, repülő szakorvosi képesítést is szerzett, és ennek aztán sajnos voltak nem éppen egyszerű, nem éppen pozitív következménye, és mindjárt beszélünk róla. Ugye 38-ban lett orvos doktor, egyetemi magántanár lett 44-ben, és 44-45-ben katona lett, repülőszázados, majd börtönben koncentrációs táborban volt sajnálatos módon, mégpedig a nyilas uralom kitörése után az antifasiszta mozgalomhoz csatlakozott. Szövetséges légierőn akartak átrepülni, ő meg minden barátja, valaki azon elárulta őket, és így 44. december 14-én letartóztatták. Utána elvitték Sopron kövidejéket intézetbe, december 24-én voltaknak, került oda, amikor aznap kivégezték Bajcsi Zsigeti Endrét. És amíg Weinberg ott volt Sopron Kövidán, addig megpróbálta segíteni többé elfogott ember, mert ő ott fogoly orvosként is kellett, hogy dolgozzon, és olyan tököket csinált, hogy helyinjekciókat adott a tárgyalás előtt vagy kilépés előtt álló fogolytársainak, ami magas nádat idézett előtteni, és azt a gyanút keltett, hogy kiütéses típusú van, volt is egy beteg, aki valóban, egy ember, aki valóban kiütéses típusú van meg, akkor nem mertek hozzányúlni, meg foglalkozni vele, és ezzel sikerült talán néhány embernek. Itt van a képe, amit annak idején csinálhatunk, hogy a Zsébai Kámon, és sokan kritikáról március 29-én elzavarták őket, egy német koncentrációs táborba kellett lenniük néhány nappal a II. Világháború európai részének a vége előtt. Elég szomorú helyzet volt.
hősies antifasiszta magatartásáért egy 1946-ban igazoló oklevelet kapott, tehát ez még akkor volt, amikor nem alakult át Magyarország, kommunista ország. Aztán világ még 48-ban lett a gyógyszertani intézetben Debrecenbe. Az intézet igazgatója először adjunktusként, 49-ben egyetemi tanárként, és 1952-ben lett a tudományi kandidátus. Abban az évben hozták létre egyáltalán ezt a lehetőséget, Magyarországon szovjet rendelkezéseket másoltak le, hogy lehetően valaki kandidátus, MTA doktora, és mindenki ezt a magasabb szintet nem adták meg. Jól lehet, itt elismerték, hogy nagyon közel állt hozzá, és azt ígérték neki, hogy a legközelebbi jelöltes tudományos munkájával a közvetlenül a tudományos doktora fokozat elnyerésére pályáztak. Ez Kennedy professzor úr írta, azt írta róla, hogy valószínűleg politikai okok volt az, aki csupán kandidátusi fokozatot, mert megérdemelt azonban nagy doktori, és Weinberg Tibor professzor úr ezt a döntést annyira méltánytalannak érezte, hogy megfogadta, soha életében nem fog semmilyen tudományos fokozatot pályázni, és ez így is történt. Soha nem kérdelmezte az orvostudományokra a címet, és sem akadémikus, sem kosultias, nem lett további kémeket, munkásság ellenére sem. Következőképpen viszont látunk valamit, amire azt hiszem, hogy szinte mindannyian nagyon felkérünk rá, és ennek nézünk a közleményei közül hat olyan dolgozat, ami a Nature-ben jelent meg. Nem mindenkinek sikerül a Nature-ben. Az első Nature-ben megjelent publikációja 2 évvel a szandinatúr meghatása után jelent meg, és ez a primicinek, a antibiotikumnak a felfedezésével foglalkozott, és a további 5 közül is 6 ugyancsak a primicinek a kutatásával. 56-ban egy évig, egy pár évig a Debreceni Orvostudományi Egyetem dékánja volt, ugye ez az az időszak volt, amikor már a orvostudományi kar kiválasztott a Debreceni Egyetemről, nem tartozott hozzá, de a vezetőjét, a igazgatóját nem rektornak hívták, csak 57 a rektornak, dékánnak, de ezért volt dékán. Az MTA kísérleti orvostudományi kutató intézetét megalapították, ami Debrecenben volt itt a gyógyszertani intézetben, és Máinak Szigor professzorú volt az igazgatója. Itt vannak felsorolva a külföldi tanulmányai, Bécs, Berlin, Cambridge, és utána 48-ban, utána 15 évig nem volt fogja arra, hosszabb időre külföldre menjen. 1962-ben volt, aztán New Yorkban a Sloan Kettering rendkívül nagy jelentőségű komoly című helyen, ahol Andy Kanzler ragokkal foglalkozott, aztán vissza. És aztán nem csak ő, hanem a munkatársai is járt külföldre. Abban az időben ez viszonylag soknak számított, itt vannak felsorolva azok, akik az alatt külföldön voltak, vagy úgy voltak külföldön, hogy tőkülte ki őket, de mire kimentek, amik a sajnos Lányi professzor úrnak nyilván tudják el balesetnék. Igen, ezek a farmakológiai kutatási területek, amelyekkel foglalkozott. A legfontosabb hosszú eredménnyel járó az antibiotikum kutatás volt, aminél a klimicin az, aki nagyon fontos, mert ez egy olyan antibiotikum, amit ma is használnak, és tulajdonképpen nincs semmiféle olyan anyag, ami ezzel igazán versenyezni tudna. Utána a daganat hamutánápiával foglalkozott, és sugárlévő vegyületek elő, és az intézetének persze sok tagja. Tehát ezek voltak a fő területek. Baráti kapcsolatai voltak az intézet dolgozóival. Weinberg professzornak szakmailag kitűnő kutatótársai voltak, akik élvezték a kutató munkát és a főnökükkel való kapcsolatot. Szórakozás, csodálatos.
Az intézet minden dolgozója tisztelte és rajongásig nagyra becsülte Bálint nagy Bíró professzorra, élvezték a legjobb értelemben demokratikus voltát, baráti együttműködését, kedvességét, nagyszerű gurulérzékét és szerényi előérzetét. Most lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy ez nem igazán félhető. Én csak azt tudom mondani, hogy én teljesen erre emlékszem első viselkedéséről, és nézzük egy pár képet, ami talán fog valami mondani erről. Ez a 50-es évek után az elején csinálták ezt a képet, a 9 ember maradta itt van fenn a jelünk, középen van Weiner Tibor professzor úrvezető, és minden többé az kicsoda, és magának a képnek a formája, meg az, hogy egyáltalán kiket raktak együtt egy képre, az egy kicsit alátámasztja azt, amit az emberi gondolóban jött el a demokratikus képviselőt. Kellett egy balra. Itt van. Később a gyógyszertani intézet egyik professzora, az MTA doktor. A kettes az Uri József, aki docens volt az intézetben, 64-től a 69-ig őt és ilyenkel a Vénálónál borulott magas beszámba, és 69. szeptemberétől jött volna haza igazgató professzornak, mert kinevezték Pécsre. Weiner professzorról akkor halt meg, 69 nyarán, és akkor én úgy tudom, hogy a dokéra is hívták, hogy legyen itt igazgató professzor. Nem jött haza, hanem kiment Amerikába, ahol a Smith-Kline gyógyszerkában a kutató része igazgató helyettese lett. Lehet hallani hátul? És anyagok figyelni. A Smith-Kline gyógyszerkában csak annyit közel, hogy egy kisállóan az egyik legnagyobb gyógyszerkában volt állapot. Itt van Bányai Tibor professzorról, Úri Józsefre, tehát akiről az előbb beszélte, valamilyen kísérletet tudnak az eredmény. A következő három ember a képen az Szilágyi Imre és másik két mutató. Szilágyi Imre volt az, akinek ha látták az előbb a lépcsőben megjelen cikkeket, azok közül többnek ő volt az első szerzőző. És mindegyik azt a szerzőző. Ez egy nagyon jelentős mutató. És aztán ez a kettő itt alól, Margit néné, tisztaság őre, alacsony beosztású, hogyha úgy lehet mondani, és Katona Berti bácsi a technikus. Maga az, hogy egy képen együtt, egy beosztáson együtt volt ezekkel a képen, az is amellett szól, amit én mondtam, a kedves demokratikus viselkedésben. És akkor Lászlónak végzett, 9-es. Szabó Gábor, én intézetben dolgozok sokáig, aztán az orvosi klímák intézet vezető professzora lett, az egyetemek oktatási rektor helyettese, a rektor volt, a Tudományos Akadémia rendes tagja lett, gondolom, hogy mindenki ismeri, hogy hallott róla. Éppen nemrég valaki már említette, ma, január 20-án adatták fel a Prozovanszki. És annyit gondoljak el a tetteiről, hogy ő kezdett el humán genetikát tanítani itt a Debreceni Egyetemen, ami hihetetlen változás volt, mert egy évben ő előtte szó nem hangzott el erről, mert akkor még az, akkor itt a politikai dolgot tiltották, és meg is próbálták megtámasztani azért, hogy miért van itt én reakciós dolgot, de szerencsére ő megyőtt az érdemi mamát is. És aztán néhány olyan embert hazudassa kettő, akik nem szerepeltek az előző képeken, ez Hernádi Ferenc, professzor emeritus, az MBA doktora, aki a Magyar Kemoterápiai Társaságnak az alapítója volt, és az elnöke volt hosszú időben, két évig a gyógyszertani intézet igazgatója volt, és nekem közvetlen felettesen. És itt a következő, akit megvetődik, hátul, Jemegy András, professzor emeritus, az MTA doktora, aki Weiner Tibor professzor halála után a Szellemház Egyetemben lett át, több kitűnő szakkönyvnek a szerkesztője, a szerzője, többek között és nagyon sok fontos tudományos eredmények megalkotója.
maradt külföldön, azért nem, mert felfogásunknál fogva el sem tudtam képzelni, hogy különlegesen idegenben dolgoztam. És itt nagyon kíván. Ez az az úr, akiről nemrég hallottunk egy különböző előadást, Jenei Jenze professzor úr, vagyis az előadó úrnak az édesapja, és itt van mellette Lájnár Tibor, aztán sok minden lehet, hogy Lájnár Tiborról mesélni, nem csak a labordonó, a vízfaszon is volt, épp a szegedi bőrgyógyászat, és egyik a később igazgatójával, Simonikus bőrgyógyász docenssel láthatjuk, aztán vadászaton, és itt egy társaságban való beszélgetésről szól, ez a két hát, szeretnék nézni, hogy ő milyen kedvesen, aranyosan, jó humorosan beszélget, és hogy néznek a munkatársai. Az csak igazolja azt, amit egy munkatársról szól, aranyos, kedvesen. És itt vannak az egyetemi tanárra elé léptetett munkatársai, akik gyorsan vannak, akik közül az egyik Szabó Gábor, ugye a Tudományos Akadémia rendes tagja volt, és a nagy többségük a Gyurgyból akadémiai Gyurgyból egy maradt rajta. Itt vannak a közleményei Gyurgyból, egy rövid kiállítás. 118 közleményen jelent meg, Primicéből 15, ugye a Nature-ben megjelent közleményei felsorolását már láttuk, és sok minden másról antibiotikumokról, sugárvédő hatások, sugárnyokokról, munkofarmakológiai tanulmányokról, és egyéb fókokról. Itt van a Nature-ben, a 54-ben megjelent a Primicéről szóló első közleménynek a teteje, és ezen a következő képen itt volna tetszenek látni, hogy ez az egész közlemény tulajdonképpen milyen rövid volt. Egy nagyon fontos dologról milyen rövid közlemény volt. Ez a kép pedig 1998. októberétől származik, amikor a Dotte 80 éves ünnepség alkalmával a Dotte történetét bemutató kiállításban volt kirakva ez a falra, több közleménynek volt a rövid vagy teljes képek kirakva, és ezek kívül magyarul, angolul volt egy rövid leírás a Ebrémészékről, illetve Prémészékről, illetve a hatóanyag neve. Itt csak a rövid dolgot mutatnám. Fizikokémiai, farmakokinetikai sajátság imádjuk a PVC-nek. Széles antibakteriális, sőt antifungális hatást megfogva, valamint a rezisztencia hiánya és a jó tolerálhatóság PVC helyi, tehát lokális kezelésre kiválóan alkalmas antibiotikumokat teszik. Egy tennivaló, amit érdemes megemlíteni a sok közül a Primicénnel kapcsolatban, hogy amikor már felfedezték a Primicént, akkor még 4 évig kellett dolgozni azon, hogy elég sok mennyiséget, elég nagy mennyiséget lehessen előállítani, és sikerült 3000-szer nagyobbra állítani be a termelését. A Primicén akut toxifikás is vizsgálata az olyan volt, hogy nem sikerült állatokon az erdély 50-ig, tehát az 50%-os halálos túlzítást megállítani, annyira kevéssé volt halálos jellegű az állítás. Az ebrénzi antibakteriális hatás spektrum a rendkívül szél, baktériumok kellett. Nagyon széles hatás megvan, van persze más-más dózisra van szükség. És most hadd beszéljük röviden a családjáról. A felesége bőrgyász főorvos, Dr. Gönző Évana, akinek a testvére Dr. Gönző Éva szintén megtisztel lenni, hogy azzal, hogy eljött most ide, tisztelettel gondolok rá. Ő nagyon hosszan dolgozott Amerikával, nagyon nagy tudható ember volt. A fiai közül két fia van, a
Heinrich István és Mányi Tibor István itt van szintén, Vergőgyár szematológus, kandidátus, most az innovatív gyógyszergyártó egyesületének igazgatója, és jóval több mint 5 éves dolgozott az Egyesült Államokban. Az öccse pedig, aki a papának a nevét viszi, neuropatológus, és ő úgy látszik, hogy véglegesen Amerikában volt. Néhány két dolog. Ez a fiatal, Heinrich Tibor, ez pedig ez a két fiával 1925-ben. Ez a feleségével, a két fiával és a kocsijával. Az megint a feleségével és a két fiával. És aztán sajnos szörnyű dolog történt. 57 éves korában baleset érte a horgóban, és elhúzott. Mi tiszteltük és szerettük, tiszteltük magas tudásáért, elmélyült fegyelmezett és rendkívül sikeres munkájáért, demokratikus voltáért, szerettük emberséges személy természetéért. Mindezeken túl élveztük nagyszerű gondolérzékét, kedves, közvetlen modorát, mindig nagyon kellemes volt vele együtt. Még hozzátenném, hogy akkor abszolút szokatlan és elítélt módon egyházi temetése volt, és a szertartást dr. Szentlédi Sándor református teológiai professzor végezte, akinek annak közötti hozzátartozó vég, és aki egy hihetetlenül magas ember volt. Mostani emléke. Debrecenben egy utcát elneveztek Heinrich Tiborról. Van egy Heinrich Tibor utca. Aztán 2002-ben Szivási Zoltán professzorú kezdeményezésére készítettek egy domborművet, Heinrich professzorról a Karakológiai Intézetbe helyezték el, és megindították a Heinrich Tibor díja emlékérve. Itt vannak azok, akik eddig ezt körülbelül két évenként kapott egy-egy ember. Látják, magas színvonalú emberek kapták ezt, mint az első, aki kapta a NDH elnöke, viszi Szilveszter professzorúból. És a mostani emlékezésnek én a primicin ma is használt antibiotikumot is részeként tartom. Itt van néhány két dolog, ez egy jobb oldalon, az a hölgy, aki a domborművet alkotta, ez a domborbű, ez pedig a domborbű mellett Vágynak István, nagyobbik fia, ez szintén Mányvány István és Szivási professzorok, akik a domborbűnek az átadásakor ünnepeltek, és ez az első domborbű, vagy az első kitüntetett Mányvány Tibor emlékére kitüntetett Vízi Szilveszter az NTA elnöke. Köszönöm Olájéva Egyetemi Tanár professzor asszonynak, hogy rám bízta ezt a dolgot, Kószászló megtetett a domborbűről, ő adta a képeket, és Hernádi Ferenc professzorúnak, akinek a könyvét használtam, és akinek én nagyon sok mindenre tartozom, mert engem úgy volt meg a gyógyszert, amit ezt megoldom. Köszönöm, hogy ezzel megtetettem. Köszönöm, hogy Köszönöm, hogy ezt a
kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Emlékező előadásomban szeretném először hátszerűen, haragszerűen bemutatni professzor Nagy Mihályra, majd pedig még Kolt tanítványa, Hálas tanítványa, kedvésről. Ezen 1904-ben Budapesten született, ott végezte az Orvos Egyetemet, majd ott szerzett szakvizsgát, dermatovenerológiához. 1938-ban magántanárrá habilitálták, Bölkor tanév laboratórium vizsgálati módszerek című témakörből, majd a háború után egy évig megbízták az intézet vezetésével. 1949. decemberétől 1974. júliusáig a Debreceni Bőrgyógyászati Klinika igazgató professzora. A 25 év alatt példát mutatott, iskolát teremtett, és az intézetet a hazai dermatológia központjává tette, mint klinikus, gyermek és lenevelés osztályokat állított fel, az agylétszámot megduplázta, újból működésbe helyezte az intézet korábban is működő önálló korszövettani laboratóriumát. Megszervezte a Magyar Dermatológiai Társulat úgynevezett szekció transzkivisztának, tehát iszonykövi szakcsoportját és a szakorvos képzést. Munkatársai közül heten kandidátusi, egy kollégája pedig MTA doktori címet minősítés szerzett, 37-en szakvizsgáztak. Az intézetből összesen több mint 600 közlemény jelent meg 7 könyv kísérletében. Kiemelkedő érdemei vannak a tankönyvírás területén is. 1952-ben Rajka Ödönnel együtt megírták a négy kiadást megért ő és nem betegségek című tankönyvet, amelyről azt hiszem vagyunk itt sokan, akik tanultunk annak idején. Majd 1971-ben egy újabbat állítottak össze tanszékvezető társaival együtt. Ő írta a onkológia tankönyv bőrdaganatokkal foglalkozó fejezetét, társszerzője és szerkesztője volt az Orvosi Mikrológia című kiadványnak. Ezen kívül nem teljesen gyógyultam ki az előző megfázásos betegségemről, azért tudok ilyen reket hangon beszélni, hogy elmondést kérek érte, mert ha nem sikerül, úgy elmondanom, amit szeretném az előadásomat. Majd a 70-es években munkatársával Vezekényi Klárával együtt megírták a hiánypótló korszövetlen orvos, ikonográfia szerette a dermatopatológia historika néven, magyar és német nyelven. Kutatóként elsősorban morfológus volt, de sok irányú érdeklődése kapcsán foglalkozott experimentális és klinikai onkológiával, orvosi mikológiával, foglalkozási dermatológusokkal, napfényáltalmakkal és az akkoriban kötőszületi betegségeknek nevezett autoimmun kórtünetekkel. 1955-ben védte meg nagy doktori tézisei a szoriázis patogenizmusáról. Kutatási eredményeit a könyveim kívül 228 magyar, német, angol és francia nyelven megjelent publikáció is fényezi. Notabene, olyan közlemények szerzői közé soha se írta meg automatikusan a nevét, ahol nem részt aktívan a munkában. Kutatási eredményeit, experimentális adatai, újonnan felismert kórképeket a mai napig idézik és méltatják külföldi kézikönyvek és közlemények.
tanulmány útjain és nagyszámú külföldi nemzetközi kongresszuson képviselte hazánkat, nem csak Európában, hanem a tengeren túlon is. A Debreceni Egyetem munkájában, Orvos Egyetem munkájában természetesen az 50-es években dékánként, majd tudományos dékán helyettesként, egy évig a Kenézi Könyvtár igazgatójaként, és több mint 20 éven át a Szakvizsga Bizottság elnökeként tevékenykedett. Tagja volt az RPT-nek, elnöke a TIT hajdómenderi tagozatának, valamint társelnöke az Orvostudományi az Akadémia Orvostörténeti Bizottságának. A Magyar Dermatológiai Társulatban előtt fiatalabb korában főtitkári, majd pedig a 70-es években elnöki tisztet töltötte. Elismerése jeléül 9 nemzetközi tudományos társaság választotta meg tiszteletbeli tagjával. Hazai kitüntetései közül kiemelendőnek tartom az orvostörténeti munkásságáért kapott Veszprémi emlékérmet, valamint a két évben is eljárt munkaegyetemre tartozatát. 1974-től, mint emeritus professzor, 80-ig halálig tulajdonképpen, töretlen lelkesedéssel aktívan dolgozott. Ezek után engedjék meg, hogy a voltani tudományok nevében idézzem meg alapját. Mit hagyott ránk emlékül, milyen példát állított? A kiváló oktatóval először a tanteremben találkoztunk, mint hallgatók. Nagyszerű, szugesztív előadás módja mindig teltházat biztosított, sose kötelességből jöttünk el meghallgatni. 5 éves koromban napjaim nagy részét az Élettani Intézetben töltöttem, mint diákörös. De professzorod előadásai mindig ott voltam, annak ellenére, hogy soha nem akartam bőrni. Külön gonddal foglalkozott a szakvizsgára készülő fiatal dermatológus kommentákkal. A személyről szólóan kiadott témareferátumok nem csak nagy gyakorlatot, szakmai gyakorlatot jelentettek számunkra, hanem tulajdonképpen gyakorlatot szereztünk németből, angolból is, azokban az évtizedekben, amikor az egyetlen kötelező hivatalos idegen nyelv az orosz. Milyen bámulatot keltett bennünk professzor úr, aki 50 éves fejjel megtanulta ezt a számára szokatlan idegen nyelvet is kellő szinten. Arra is volt gondja, hogy képzésünknek az úgynevezett angol társadalási órákkal egészítsék. Ilyenkor akaratlanul is megcsitogtatta halatlannak olvasottságát, hiszen olykor-olykor a foglalkozásuk, professzor úr és az angol tanár között irodalmi vita délután után váltak. Gyakran megszégyenítette minket azzal fiatalokat, hogy az írásbeli házi feladatot egyedül készítette el. A hetenkénti folyóirat referátumokon mindig ő referálta a szövettani metszeteket, aki korának Európában is elismert legnagyobb magyar dermatopatológusa volt, amint itt a múlt év májusában felakadott szobrán a feliratról láthatjuk. A szakorvosok számára rendezett továbbképző alkalmakon a kemény diktatúra éveiben is professzor úr renoméja és szakmai baráti kapcsolatai kaput nyitottak nem csak európai, hanem USA-beli prominens meghívó dermatológusoknak, hogy megismertessenek bennünket a legfrissebb klinikai és experimentális eredményekkel. Mint klinikus, bőrjáros dolgoztam. A naponkénti professzori konziliumok jó alkalmat teremtettek arra, hogy megpróbáljuk keresni a porisnézés titkait frappás rövid megjegyzéseiből biztosítélet alkotásából. De emlékezetes maradt professzorunknak az a szokatlan orvosi konzervuma is, amikor izgalmas, sok differenciál diagnosztikus problémák felvető esetekhez in vivo a betegágyhoz meghívta kedves patológus barátját, Enders Gondrász professzorokat, akinek a filmet tiszteltetett a mai napon, ahogy láttam. És ez mindkét fia számára, de különösen a betegnek rendkívül hasznosnak bizonyult.
A gyógyító orvost a tökéletes kurítással jellemezte. Esküdt ellensége volt a merkantilista szellemnek. 1974-ben, gyógyító vonulásakor, ő volt az intézet egyetlen orvosa, aki nem büszkélkedhetett autóval. Kutatóként színes körű érdeklődése és az új iránti fogékonysága vonzóvá tette mindnyájunk számára a kutató munkát. A tehetséget felismerte és messze menően támogatta. Nagy vonalon hagyott mindenki önállóan gondolkodni, és a saját érdeklődésének megfelelően tudnak választani. Amikor az eredetileg rám bízott egy célba helyett, én inkább a napfélok azt a dermatúzisokkal szerettem volna foglalkozni, nem erőltette saját elgondolását, így lettem egy élete elkötelezett maga dermatúzikus. Eredményeinkről rendszeresen beszámoltak bennünket, egy-egy elismerő szava hetekre, hónapokra nincs tűvált. Minden témában mindig tudott útmutatást és tanácsot adni. Szakmai tekintélyénél fogva biztonságban érezhetjük magunkat tudományos üléseken, szakmai vitákon, sőt politikai síkon is számíthatunk segítség életámogatására. De országos viszonylatban is ő volt mindig és ő maradt a minden dermatológiai rendezvény szellemi motorja, és így maradt meg haláláig 1980-ig a magyar dermatológia nagy megbecsülésben álló tudománya. Hogyan áll előttünk professzorul az ember? Megtanulhattuk tőle az igényességet, a pontosságot és az önfegyelmet, amit mindenkitől, nem csak mindenkitől elvárt és megkövetel, hanem elsősorban saját magától is. Nagyon imponáló volt haladva a munkabírása. Tudtuk róla, hogy este 7-8-ig bent van az intézetben, ami nem csak példát adott nekünk fiataloknak, hanem nekünk a biztonságot is jelentett az idejükben. Jól ismert családcentrikusával neki a négy gyermeket felnevelő apára abban is megnyilvánult, ahogy kifejezte irántunk, gyermeket váró beosztottai iránt őszinte megbecsülését. Távol áll tőle minden hozzolás, miközben tiszteletet parancsolt közvetlensége. Felejthetetlen emlékem az is, hogy 20 éves gyakorlott koromban lejött hozzám az alacsony vagolba személyesen, kezében egy külön lenyomatta vezette a szavakat, találtam magának kirépte valami érdekeset. És megismerhetjük benne végül egy utolsó polihisztort. Minden érdekelte, ami szép és értékes. Egyformán otthonos volt a zenében, az irodalomban, a képzőművészetben, az orvos történetben. Zeneszeretetét például azzal a gesztussal is megpróbálta velünk voltani, hogy az akkori hivatalos ünnepi alkalmakra, a november 7-ére és április 4-ére behozta saját zenészációját, és a tanteremnek az ünnepi beszéd elhangzása után meghallgatta Beethoven egyik szimfóniáját. Hogy milyen műértő volt Michel Jelzióban, mint hogy éveken keresztül őt kérték fel a Debrecen város őszi tárlatának megnyitására. És végül még egy fontos momentum. Református hitét megtartotta. Egyházi temetésén 1986-ban nem csak szakmai tekintélyét elismerve, hanem a erkölti tartását is megbecsülte által koporsójánál, által professzortársai is. Életem legnagyobb megtiszteltetésének tartom ma is, hogy párton kívüli két sírjánál én búcsúzhattam el az intézet nevében. És végül milyen örökséget hagyott ránk szabadalmat közéből. Az oktatásban az igényességet és a hallgatókért, a jövő orvos generációjára az érzett felelősséget. A magas színvonalú orvosi gyógyító munkában a száros égróti szupréma lex-lesz elvé az anyagiasság helyett az empátia. A kutatás területén az oda szemben is az időt és fáradtságot nem kímélő célra törődő kitartó munka szeretetét. Emberként, puritán szellemet és elkölti tartást,
a szakmai beszélgetés helyett érdeklődés minden irányban is szép és értékes, ahogy ő maga mondta, csak az intellektuális élet teheti boldogra az embert. Nagy ajándéka a sorsnak, Istennek, ha van kire felnézni, példakét megtekinteni. Szorai professzor úr ilyen volt nekünk tanítványainak, akinek kivételes személyisége egész életünkre meghatározott és irányítható darab. Legyen már itt az övéke. Köszönöm a figyelmet. Kedves kollégák, kedves barátaim, kedves vendégek! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy utolsó tanítványaként én emlékezhetek meg Kuni Lászlóról, a gyermekklinika igazgatójáról, a Kossuth Díjas gyermekklinikáról. Arról az emberről, akinek a neve szimbólummal vált a gyermekklinikán, akinek munkássága több évtizedre meghatározta a klinika munkáját, és akinek szelleme még ma is él a gyermekklinika falai között. Talán ezt a ragaszkodást és tiszteletet tükrözi, hogy 1993-ban az oktatói kar döntése alapján emlékérmű alapítottunk tiszteletű, nagy tiszteletű professzor úrunk emlékére kettő célral. Egyrészt tiszteletünket kívántuk kifejezni a gyermekklinika kitűnő gyermekgyógyásza és kiváló kutatója előtt, másrészt az elismerésünket kívántuk kifejezni azoknak a gyermekgyógyászoknak, akik az elmúlt évtizedekben sokat tettek az éppen Kuni László által létesített Észak-Keleti Magyarország gyermekeinek egészségéért. Az elmúlt 19 esztendőben számos gyermekgyógyász, professzorok, főorvosok, docensek kapták meg ezt a kitüntetést. Elsőként, elsősorban közvetlen tanítványai, Kövér Béla professzor úr, Karmazsi László és a képen látható Torpaságból és Rettei László professzorok. Azok, akik még közvetlen munkatársai voltak, akik együtt dolgoztak a kiváló gyermekgyógyásszal, a intuitív tudóssal, az életet mindig szeretni tudó és élni tudó karizmatikus egyéniséggel. Természetesen azok is megkapták a kitüntetést, akik csak a régi taglókból, idősebb kollégáink elbeszéléseiről, vagy a kifogyhatatlan anekdotákkal ismerték. Magam az utóbbiak közé tartozom. Kevés közvetlen élményem volt Kuni Lászlóról, bár a gyermekklinikára való kerülésemet követően még néhány évig a klinika igazgatója volt, a közvetlen betegellátó munkában már nem nagyon vett részt. Az előadásra készülve magam is elgondolkoztam azon, mit is jelent számunkra, a 21. század gyermekgyógyásza számára, Kuni László emléke. Mindenek előtt alkalmat jelent a visszaemlékezésre, a múlt felelevenítésére, és ennek tükrében a számvetésre. Arra, hogy tanuljunk tőle, tanuljunk az életéből, a munkásságából, hogy erőt merítsünk abból a kitartásból és céljainak föl nem adásából, amit tapasztalhatunk, és mindezeket az erényeket érvényesítsük ma, a 21. század elején, egy egészen más, megváltozott politikai, gazdasági és kulturális környezetben az orvostudomány egészen más szintén. Kuni László életének az erényeit példázza pályája. 1901-ben Szilágy vármegyében Szilagyon született. Majd 1920-ban a Budapesti Magyar Tudomány Egyetem hallgatója lett, és két évvel később a debreceni Tisza István Egyetemre nyilatkozott át, ahol 1924-ben szerzett diplomáját a nagyhívű Huzella Tivadar írta alá. 1924-ben a végzésének évében tette be orvosi esküjét, és ekkor került be végtelen gyakornokként az akkor felavatott gyermekklinikára. Annak első professzora, Szonták Félix mellett dolgozott,
aki nagy megelégedéssel nyilatkozott róla akkor, amikor 1927-ben a Debreceni gyermekmenhely igazgatójává nevezték ki. Szontán Félix szerint nevezett orvos Tudor úr gyakorlati minőségben teljesített szolgálatával mindenkor teljes megelégedésemet és elismerésemet érdemelte ki. Teendői lelkismeretesen és ügybúzóan végezte. A szakma iránt nagy előszeretetet tanúsított, gyermekekkel nagy türelemmel és megértő fogadással bánt. 1927-től 37-ig volt a gyermekmenhely igazgatója. 37-ben magántanári hétesítő oklevelet szerzett a gyermekkor diagnosztikája és sztenimatikája című tájkörből, a klinika igazgatását azonban csak 1949-ben tudta igazán átvenni Bópai Zoltántól, a Budapesti Egyes Gyermekklinika névadó professzorának Bópai János unoka öccsétől. Jól lehet, 1944 és 46 között professzorok egy részének Budapesten távozása volt, már megbízott igazgatóként belekóstolhatott a klinika igazgatásába. Kunyi László már ezekben az években tanulmányt folytatott. A gyermekek fejlődéséről, a testi és lelki fejlődés kapcsolatáról, a tehetség és a lánynyelve viszonyáról és jellemzéséről. Nagy érdeklődéssel olvastam ezt a kutatását és gondolatait. Talán néhány szót a tehetség és a lánynyelv vonatkozásával. Miért van annyival több tehetséges és okos gyerek, mint felnőtt? Teszi meg a kérdés. Ennek gyerekeink képességének túlértékelése és a sok megcsodálás az oka. Írja tovább, a Langerner és nagy tehetség közötti különbség. A tehetség céltudatosan dolgozik, a Langerner felett. Nemek esetben győzedelmeskedik a zseni, ahol a nagy tehetség kajókú visszendelett. A tehetség kitartó, a Langerner gyakran impulzív ötletszerűségében éli ki magát. A Langerne a talentummal szemben nem képezhető ki, jellemzi a tehetetiség. És még néhány szót a kisgyermekről. A mai életben csak az érvényesülhet, aki valóban ér valamit a komoly megfeszített munka folytán írja. A látszatot fenntartani nem lehet, az ilyen típus elmondik. Sohasem szabad a gyermek képességeit, hanem csak a teljesítményeit, az eredményeit is érti. A gyerek csodálatáról nem szokhatunk be, de a gyerekben sohasem a csoda gyereket, hanem a természet csodáját csodáljuk, mely a parányi sejtből emberi szervezetet formál, a parányi újszülőtől fokról fokra érző, beszélő, gondolkozó és széltudatos, a szó legteljesebb értelmében emberi embert csinál. Kunyi Lászlót 1949-ben a vallási és közoktatási miniszter a gyermekklinika igazgatójává nevezte ki. Más volt ekkor a gyermekgyógyászat, más volt az orvostudomány, más volt a gyermekklinika. Jól lehet, a 19. század végével szemben, amikor a gyermekgyógyász ismeret anyagát csupán a tünettan, a szemniológia jelentette, és a feladatunk mindössze a beteg gyermek gyógyítása volt, a 20. század első felében a gyermekgyógyászat óriási fejlődésen ment át. A növekedés és fejlődés mechanizmusának megértése, a tömegvakcináció bevezetése, a táplálkozási problémák felismerése és megoldása, az antibiotikumok felfedezése, a parenterális folyadék terápia első próbálkozásai, az infekciók, a táplálkozási zavarok, a dehidráció, az anyagcsere kisiklások okozta morbiditás és mortalitás jelentős csökkenését eredményezték. Mégis ebben a formában is a legnagyobb problémát a dehidráció, az exszikáció és a táplálkozási zavarok okozta a csecsemőkori atrófia jelentett. Ennek életbeli jellemzői, patológiai hátterét, illetve a kezelés lehetőségeit tanulmányozták. Kunyi Lászlónak eredeti és merész ötletei voltak, és ezt minden eszközzel meg is valósította. Elmondta, hogy az atrófiás csecsemő nagy test felülete okozta hőveszteség, olyan mértékű energiaveszteséget jelent, ami miatt nem gyarapodik. De hogyha ezt egy magas hőmérsékleti és páratartalmú környezettel kompenzálni vagyunk képesek, akkor a hőveszteség csökken, és a sorban csecsemő gyarapodásnak indul.
Ezt az elképzelését a klinikán elsőként megvalósított nagy levegő cserélyű klímaberendezés létrehozásával valósította meg 37-38 fokos és 80% páratartalmú boxokban dolgoztak és dolgoztunk, ápoltuk ezeket az atrófiás csecsemőket. Ebben a dologban már az első évenben én magam is részt vettem, és természetesen a várteremnénk kaptuk. Munkásságáért 1953-ban Kossuth díjat kapott. Ekkor készült a következő híradó. Igen jól tükrözi az akkori kézitek és egyetlenálló eredménnyel gyógyítja a csecsemősorvadát. Kulin professzor megállapította, hogy a lerombott szervezet nagy tűzvesztességét állandó tálás meleggel pótolhatják, így a hőleadás csökken a csecsemő hízásra is. Ez a speciális berendezés naponta 110-szer cseréli ki a levegőt. A kis Magdi is gyógyulhat. Ilyen volt fehér napja, amikor bekerült a Debreceni gyermekklinikára, és ilyen ma. Ez követően természetesen az ő támadókkal és kételkedőkkel szemben még gyakran meg kellett védeni a kéziseit. A munkatársainak elmondása szerint 1963-ban az akadémián tartott előadása során a kételkedőkkel és támadókkal szemben kiment a pulpitusra és az asztalt verve mutatta élményre a maga igazát. 85. születésnapjára 1986-ban a könyvét újra kiadták, ezt a delikált példányt azóta is szeretettel őrzem. Amikor magam a gyermekklinikára kerültem, Kulin László a mindennapi gyermekgyógyászati gyakorlatban már nem vett részt. Esetenként azonban, ilyen a klinikán lakott, találkoztunk vele a portán. Amikor az ő szájából mindenkinek kiálló kérdéssel és megjegyzéssel fordult hozzám és hozzánk, az ő mély, dörmögő, de mégis meleg hangján, ahol lelkecskén, hát hogy vagyunk. Mindig elegáns volt, akkor már csak nem teljesen ősz, de nem lehetett nem észrevenni a klinikát, mert ez a dörmögő meleg hang akárhol fölhangzott, betöltötte a klinikát. Vizitálni vagy beteget vizsgálni már nem láttam, de a munkatársai szerint az ajtóból megmondta, ha hepatitiszes beteg volt a szobában, vagy egy exitált acetonos beteg lett volna. Az emberi és orvosi kvalitásai, leginkább kortársai Sánta Kálmán és Szent István jellemzéséből ismerhetjük. Tulajdonképpen az igazi gyermekgyógyásznak a jellemzőjét, az összefoglalóját olvashatjuk itt. Kitűnő szakmabeli felkészültségénél, gyors, szinte intuitív gondolkodásánál, meleg, közvetlen emberi tulajdonságainál fogva az igazi és ideális gyermekorvos típusát testesíti meg, aki nem csak helyes felismerésre és helyes kezelésre képes, de kiválóan alkalmas arra is, hogy határozott biztos magatartásával és közvetlen hangjával a gyermekükért aggódó hozzátartozókat is felmutassa. Részt vett a egyetem vezetésében, és 1957 és 59 között annak rektoraként volt. Jó lehet, egyetértett 56 elveivel, szellemiségével, bölcsességének köszönhetően nem engedte a korvosan hallgatókat fölfejleszni. Az autonóm egyetem falain belül tartva őket megakadályozta, hogy különböző paikával harcolni álljuk és amit kellene mondta, hogy különböző öngyilkos akcióba keveredjenek és bizonyos retorziókat szenvedjenek el. Élete utolsó időszakában már a gyermekklinika életében sem vett részt, egy-egy ünnepi ülésen megfigyelőként, majd vendégként volt jelen, magát a klinikát Kövér Béla professzor úr vezette.
85. születésnapján 1986-ban Tövér Béla professzor úr és a gyermekklinika oktatókának köszöntötte. Ezt követően Budapestre költözött, ahol 1989-ben halt meg. Sírja a Debreceni Köztemető dísz sírhelyeinek sorában található. 1992-ben tartékfoglaló előadásomat követően a klinika a régi kollégáival első utunk az ő sírjához vezetett. Kedves kollégák! Kulin László professzor annak a korosztálynak volt a tagja, akik a 20. századot úgy érték meg, hogy mertek nagyot gondolni, merték azt megvalósítani, és jól lehet temperamentumunk, egyéniségünk, jellemük különbözött, egy közös volt bennünk. A hivatás iránti szeretet, a hivatás iránti alázat, és az, hogyha bajban voltak, összefogtak. Más van az életünk, más van a világ, más van az orvostudomány, másak a gyermekgyógyászat kérdései, és azokat messze más eszközökkel válaszolunk meg. De van, ami maradandó, az, amit tanulhatunk tőlük, és az az örökség, amit továbbvinnünk, feltétlenül kötelességünk. Hálásak lehetünk ezért. Köszönettel tartozunk. Ahogy Hankis János mondja a könyvében, nem annyira azért, amit tanítottak, hanem ahogyan. Ahogyan leültek a beteg ágyához, ahogy rátették a kezüket a beteg karjára, ahogy mondta Löveni professzor úr, Kornett professzor úr. Ahogy hallgassák őket, ahogy szemükbe néztek a legnehezebb pillanatokban, példájukért, ahogy kimondva vagy kimondatlanul lelkesen. Ez az özökségünk, ezt kell megtartanunk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon-nagyon kedvenc és szeretett, számunkra szeretett rendes professzor úrról fogja ezt. Ráléztem az edzeteket, ezt a papírt. De az eleje igaz. Kedves kollégák, ha valakit érdekel, Grombeker István professzor úr életrajza, két munkát javaslok megtekinteni, elolvasni. Egyiket Hatvári Csaba professzor írta, Grombeker monográfia, másik Földes István professzor írta, a Alapozó Élet történetéről, mindegyet megjelenítő a Centrumnál a Pionnalra. Én meglehetősen merész címet választottam, és egyáltalán nem biztos, hogy a címben foglaltaknak eleget tudok tenni. Azt gondoltam, hogy a részletes életrajz ismertető helyett én próbálok definiálni Grombeker professzorban egy olyan jellemvonást, ami őt valóban karizmatikus kutatóvá és oktatóvá tette. Rögtön tegyük hozzá, hogy a karizmatikus személyiség nem azonos a nagy tudású, jól felkészült, szorgalmas, kreatív egyéniséggel. Annál sokkal több. Többféleképpen szokták ezt a görög szót lefordítani, nyelvi természet feletti adomány, kegyelmi adomány, különleges képesség, stb. Mindegy, hogy fordítjuk le, nehogy azt gondolja senki, hogy van egy kaptafa a karizmatikus egyéniségre nézve. Minden nagymester, különösképpen a példaképű szolgált nagymester kialakított saját magában olyan jelenvonást, vagy több olyan jelenvonást, ami őt valóban kisugárzóvá tette. A mai nap ezzel volt tele, nem véletlenül kerülnek ezek a professzori ismertetők napirendre.
meg ennek a karizmája, miben rejlett. Egy fázolót megpróbálom megfogalmazni, és ezt tegyék hozzá tapasztalatban azt, amit hozzátehetnek, ha ismerték, tegyék hozzá olvasanyagból azt, amit megismerhetnek. Ötől elmondanám, hogy Krumpeter neve nem csak a hajdani, ez nem jutik. Jánosan megfogalmat, igen. Krumpeter Istvánnak a neve nem csak a hajdani tanítványok között egy áldott név, tisztelt név, hanem Finnországban egy külön kutatócsoport foglalkozik a Krumpeter tanítvány fejlesztésével. Budapesten, ahogy László professzor a Krumpeter kísérletekre alapította azt a ortopédiai sebészeti beavatkozást, ami ma a világon a legnépszerűbb, a legelterjedtebb üzleti felszín ortopédia. Tehát Krumpeter szelleme él, és nagyon sokan értették, és természetesen mi is igyekszünk értetni. A fiatal Krumpeter István Budapesten végezte orvosi tanulmányait, némi kis patológiai intézeti kritérió után immár 5 dolgozattal állt a mögött, ezeket hallgató korában követte el, bekerült a Lehonség Mihály intézetébe. Gondolom, hogy Lehonség Mihályt senkinek nem kell bemutatni, aki orvos tudományi egyetemet végzett. A Szentpáborna János mellett a leghírnevesebb magyar anatómus. És a hírnév nem belföldi hírnév, hanem világhírnév. Azt várták sokan a ifjú Krumpeter ismerői közül, hogy egy nagy karriert fog leírni a Lehonség intézetben, nem így lett. A Lehonség tanszéket megörökölte Kis Ferenc, és Kis Ferenc professzor, aki egy kiváló anatómus volt, de karizmája messze-messze elmaradt a Krumpeker Istvánétól, tehát a tanszék vezető. És olyan bonyolult szakmai vita gondolkodott ki közöttük, ami Krumpeker professzor volt, akkor még egyébként magántanár, mert 29 éves korában egyébként magántanár lett, arra készítette, hogy menjen el onnan. Elment, és soha nem tért oda-vissza. Elment először Heidelbergbe, ahol több mint egy év eltöltése után mi gondolta, hogy az a millió nem neki való, nem a szakmai millió, hiszen a Kötre intézet egy kitörő intézet volt. Ott írta meg a második nagy könyvét a üzletképzésről, a csontképződésről még hamarabb írt ma is hasznos kézikönyvet. Hazatért Magyarországra. Nem egyetemre, hanem Tihanyba. Tihany volt Krumpeker számára mindig a utolsó menedék, a Tihanyi Kutatóintézet, és elég hamar kapott egy hívó jelet, nevezetesen 1940-ben meghívták a Kolozsvár Egyetemre. Ez a tanszék vezető lett, és ezt a tanszék vezetés később, amikor úgy alakult a immár romániai helyzet, hogy a orvos kar átment Marosvásárhelyre, akkor Krumpeker ott folytatta. Általában 10 vakon költöztette át mindazt a materiális értéket, amit Krumpeker halmozott föl a kolozsvári intézetben, ezt átvitték Marosvásárhelyre. Ahol ő ilyen dolgozott, és biztos, hogy nem volt boldog ember, egy idő után, amikor a román politika helye keményebbé vált, nem adnak neki például vízumot. Családja itthon, ő ott van. És egy találkozót folytatott, hogy a csontig lecsavarjadott embert 1949-ben kiengedjék egy szál ruhájában és egy kis táskában. Huhás László barátomban meglátogattam a Marosvásárhelyi Anatómiai Intézetet, akkor elvégeztük a harmadéves évünket, és hát ott a tisztelt lett a körül a
öregnek az emléket, így hívtuk az öreg. Hazajöttem, az örömmel újságoltam, próbáljuk beszorulnak, hogy voltam ám a Vászályi térepen, szeretettel üdvözlék, és szeretettel gondolok professzor úrra. Akkor az öreg, aki nem szokott csúnya szavakat tartani, egy nagyon csúnya szót mondott, te is mondd, a bútoraimat nem küldték vissza. Tehát hazatért Magyarországra, ismét Tihanyból itt az útja. Közben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia tagjának, de egy évvel később után különböző vezőnevek alatt folytatva a tisztogatás, és így érte el egy újabb hívójel őt 1950-ben, itt már Debrecenből. És akkor véget ért a vándorút, Budapest, Egyelbek, Tihany, Kolozsvár, Vásárhely, Tihany vándorút, és biztosan professzor is úgy gondolta, hogy végre nyúlt Kolozsvárra, súlyosan tévedett. Debrecenből állt a népezen egy küzdelem, egyébként Rompekkel nagy harcos volt. A bájos, kedves, modorú, jó hangorú ember nem mutatkozott a mindennapi életben nagy harcosnak. Mi tudjuk azonban, aki közel jöttünk hozzá, hogy nagyon kemény küzdő ember volt. Meg tudta védeni tanítványait, munkatársait, saját magát, nagyon keményen. Igazi túlélő volt. Soha nem kötött kompromisszumot, ami nem azt jelenti, hogy volt benne bizonyos diplomáciai érzék. Szembe vett szállni a különböző hatalmakkal, Szent Tomlél főtanuló voltunk Földes Pista barátommal, hogyan száll szemben, akkori Dote, akkori párt kádereivel például. És nem merészelték hitességgel, de elejétel elő. Nem merészelték. Akadémiába kirúgták, és a 1966-ba került vissza. Rompekkel professzor úr ez a második éves szakasza, tehát amikor Debrecenbe került és a intézetünk élén tevékeny gyerek 25 éven keresztül, vállalta az igazi sampai harcokat. Az anatómiai intézetből, amelyik a derék orvosi intézet volt, igaz, hogy Huzella Tivadar sokkal több volt, mint orvosi az első igazgatónk, egy abszolút multidisziplinális intézetet csinált. Én nem tudtam arról, hogy ő katona volt, most kérdeztem a Éva lányát, hogy ő tudott arról, hogy valamikor egyenruhát hordott. Látadókon, mert professzor úr, teljesen soványan, szálkásan, a sakka alá rejtve a kopasz fejét, és a bajosszát nem így ismertük meg. Tehát amikor Debrecenbe került, akkor túl volt az első, a vándor évekkel járó megpróbáltatásokon, és jöttek az újabb mondani eszembe. Van egy német mondás, ami úgy szól, Wernikes und der ist wie nicht erzogen. Hát ő szenvedett, fel is nevelkedett. Szenvedéseiről keveset tudunk, mert magáról professzor úr meglehetősen keveset beszélt. De azért értő szenvedés aggyal észrevettük mi az ő életében, megnyilvánulásaiban, hogy sokat próbált ember a mi mesterünk. Mit csinálják hívő, hogy elműködjék? Az ő... Ja igen, azt kell megmondani, hogy nagyszerű. Professzor úr, nem sokkal Debrecen érkezése után, 1950-ben jött Debrecenbe, és szinte halottaimról támasztotta fel intézetünket. Jött Örő Imre elment Budapestre, Huzola Tivadar irány régen vége volt, örökölt néhány lelkes embert, néhány félkörös laboratóriumot és egy teljesen korszerűtlen eszköztárat. 25 éves tanszékvezetői munkája után elmondhatta, és mi ma is elmondjuk, hogy megteremtette a Hajdani Dote talán a legelső igazi multidisziplinális profilú kutatóintézetét,
mert a legkorszerűbb morfológiai technikák mellett, ideértve histokémiát, mikroszkópiát, megkreálta itt jelentő biokémiai laboratóriumát, és a szövetnéző laborot továbbfejlesztettem. Persze, ez csapat kellett, és ezt a csapat építést ő elvégezte. Ennek a hajdani és jelenlegi csapatnak 7 tagja a teljesítmény talál, nem mint, hogyha ez túl sokat jelentene. Olyan sokszor elmondják, hogy a tanítványok közül hány X-Y minősítés ember, ez önmagában nem feltétlenül jelentik az értéket. Mindenesetre a professzor úr reggeltől délig ott ült a szobájában, délben elment a családi körbe. A családi kör itt várta, ebben az épületben. Osztozott a marxista-leninista intézettel a Krompeker család. Most nem akarok sztorikat mesélni Krompeker Jancsikáról, a Földes könyvben lehet ilyen érdekes történeteket mondani, amikor rázárta Jancsika az egyetemi tanács ülésére az ajtót. Délután visszajött az öreg az intézetbe, és az első dolga az volt, hogy végig volt a laboratóriumokon. Ő nem volt túl haragos ember, de értésünkre adta, hogy hát fiam, tegnap este nem találtalak meg. Dolgoztunk éjjel-nappal, és mindig bejött és megcsinált, megkérdezte, hogy na fiam, milyen szépet csinálsz? És képzeljék el, egy kis kezdő taknyos ember, kinézett professzor, hogy szépet csinál, és akkor mindig mondott valamit, hogy na jó van fiam, ezt akkor így, vagy ahogy folytassam. Az ajtaj mindig itt volt, és egy olyan barát volt, akivel mi nem barátkoztunk egyáltalán, akkor még azért megvolt a igazsági tekintélynek a valós és nem valós örökölt feudális reputációja. Eszünk ágában nem jutott volna, hogy az öreggel hülyeskedjük, viccelődjük, kivéve egy alkalmat, akkor viszont nyakig a intézeti bulikat. Én azt hiszem, Krompeker azon kevés docent professzor közé tartozott, aki a legrosszabb rákos időben is ki tudta valahogy vívni magának, hogy elmenjen külföldre kongresszusnak. Ő nyelveket jól tudott, tehát a német férjű pedig annyi nyelve volt, nagyon jól tudott franciául és jól tudott angolul. Kedvenc kongresszusa, asszociáció, ilyen dégzanatomis volt Franciaországban, és ilyen szépen ezen nemzetközi kapcsolat rendszerét felhasználva kezdett bennünket kiszerkeszteni külföldre. A törzs tagok közül valamennyien 1-2-3-4 évet lehúztunk angolos külföldi taborba, mert a Krompeker ajánlott bennünket, ahol egészen biztos fogadtak. Igen, nem akartak visszaengedni egy második évemre Svájcba. Az öreg berohant a rendőrsége, és azt mondta, hogy az elvtársak vegyék tudomásul, mert a fiú haza fog jönni. És az illetékes elvtárs megkérdezte, hogy mitől olyan biztos professzor elvtárs ebben? Azért, mert ennek a napja pap, ráadásul kávénista pap. A kutatói karizma, az a fantázia túls ötletgazdag tevékenykedés, ami áradt professzor úrból, áttevődött az oktató munkájára is. Mi persze, mint egyetemi tanár, mint oktató ismertük először meg nebulóként, de rögtön megérezzük, hogy nem egy egyszerű, jó felkészült emberrel van dolgunk, hanem egy tudós emberrel, aki üzen, minden előadásában üzen valamit nekünk. Nem csak mi vettük észre, nagyon sok diák generáció 25 éven keresztül az öreget imádták. Én nem tudok olyan diákjáról, aki nem szerette volna, és evidens volt, hogy amikor a Dotem megalkotta a oktató munkáját, azon legmagasabb büntetését, az Krompeker éremnek és jutalom díjnak nevezték el. Én most arról sem szeretnék beszélni, tele van a földeskönyv ilyen sztorikkal, hogy mint oktató, hogyan tett
eleget annak, hogy érdeklődéskedjen. Nem csak azzal, hogy jól tudta alakítani a szeretet fejlődését, hanem hogy tudta elővenni. A legkülönböző színészi alőröket dobta be, akkor mi úgy gondoltuk, hogy ez úgy jött magától, aztán később rájöttünk, mikor közelében voltunk, hogy nem. Az öreg ezt megtervezte mindig gondosan előre, és volt mind a taloncok is, hogy ő gyakorlatilag minden bér után elmegy a feleségével sétálni. Itt leírtam is fél kört a gyakorlóban, és tudtuk, hogy végtelenül szereti a gyermekeit, és később nagyon szerette a lakáit. És természetesen feleségét, akit mi is nagyon megszeretjük. Hát itt van a jókedvű Krompeker, itt van a jókedvű Krompeker családi körben. Biztosan Éva Kati felismeri, hogy ki áll az öregnek a háttal. Ki az a fickó? Nem is fejtek föl? Már még külön elmondtam a képeket. Vagy elmondogatom a képeket. Itt az egy bulikon az öreg felengedett. Mindig közvetlen volt. Egy-két pillanatra emlékszek vissza, amikor az öreg nagyon kemény és szigorú ember főnökként jelent meg előttünk, közvetlen volt. Egy intézet névnapon, egy köszöntő részben megitte egy pohár boroszkáját, és jókedvű volt. Nem tudjuk, a mai napig nem tudjuk, hogy a jókedv mindig belső jókedvet jelenteti, hogy csak egy kedveskedés jelentett felénk, munkatársak és a szállatok felénk. Hogyan ápoljuk Krompeker emlékét? Hát azon kívül, hogy akik vele dolgoztak, akik tanítványi mesteri viszonyban alakítottak ki velem, akár direkt, akár indirekt módon, az indirekt elmondtam, filmkutatók, budapesti kutatók. Ezen kívül külön kiemelendő monográfia készült Krompekerről, ezt Hatházi Csaba kollega úr írta, aki egyik kiváló tanítványa volt Krompekernek. Krompeker alapítványt hoztunk létre, a oktatás fejlesztése és a jutalmazása céljából. Mint mondottam, az egyetem legmagasabb orosz egyetemről, később Beovezről beszélek, oktató munkája az adatokintetés, a Krompeker érem és jutalom díj. És áll a Krompeker István szobora a szoborparkban, valami esetleg nem láttam volna, akkor bemutatom, kitűnő szobrászművész alkotás, és szeretném még valamit mutatni. Ez a utolsó ábra. Én itt összegyűjtöttem nagyon sírfelületet. A legelső, a Krompeker sírfelületén olvasható, ez örök naponta egyszer, vagy többször elmondtam. Ezt a Vergilioshoz származó idézetet, Fériszki Potodi Rérumokasztrája Gavazás. Ennek szellemében élt és dolgozott, mindig a dolgok gyökerét, okát kereste az emberi életben, kutató munkában, és nem maradt felszínes. Ez volt a karizmájának egyik titka. Szeretném a második sírfeliratot is rámutatni. Ezt én Berendek László, a nevem már elhangzott a Csibalanci előadásában, egyik neurológia klinikai igazgatónk volt, életrajzában olvastam. Azt mondja, hogy ti csak látták az életemben az én arcomásaimat, de sohasem tudták, hogy mit éreztem én a lelkemben. Ha egy emberi karizmát, egy kegyelmi állapotot, egy adományt akarunk megfejteni, ne gondoljuk, hogy ez mindig sikeres. Én sem indikálom magamra azt a jogot, hogy én meg tudtam magunknak fejteni a Krompeker karizmáját, de minden esetre sokunknak így nekem is példaképen lett. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Módis professzor úrnak a visszaemlékező előadását, aztán sokan vagyunk, vagy legalábbis egy jó pár, amit a jelenlévő között, akiket tanított Krompeker professzor úr, és jó lehet, közvetlen munkatársként nem ismertük, de
hallgatóként előadásaival valóban ezt éreztük, amit most elmondott, ha nem is fogalmaztuk ezt meg, és én azt gondolom, hogy mindaz, amivel ő kiegészítette az előadásait a szigorú témán kívül, az maradt meg igazán a hallgatóban. És azt mi összekötöttünk az ő egészségével, és ezért emlékszünk, kicsit rajt volt, hogy ránéztem az Endres fiúra, és azt mondtam rá az elő, mert azt gondolom, hogy a Krompinger professzor és Endres professzor voltam azok a nem klinikusok, vagy a klinikai tantárok közül, akik egy életre nem láttam bennük. Úgyhogy most folytatjuk is, gondolom, hogy ezt is a felmondásával. Igen, tisztelt hallgatóság, engedjék meg, hogy a bevezetőben tisztelettel üdvözöljem a rendes család megjelenő tagjait. Az a feladatom, hogy Endres Kongrác életútján röviden közöttem. Pesten született Endres Kongrác 1907-ben, és 88 évesen halt meg 20 éve, 1992-ben. A gyermekkor és ifjú kora borzasztó nehéz volt. Korán elvesztette az édesanyját, a természetes édesanyja pedig nem ismerte el őt. Felső Puján, a Ober-Urlenszor, zöldötte a gyermekkorát, nagyon nehéz körülmények között. Innen került át a Kőszegi gimnáziumban. Kőszeg gimnáziumot Széterbűnnel elvégezte, és Budapestre került a műszaki egyetemre. Gondolhatják, hogy minden mögött húzódott egy nagyon nehéz nyelvűről. Nagyon nehéz nyelvűről. A műszaki egyetemen hamarosan rájött, hogy nem ő az ő szájáról, és átkilagosított az orvosi egyetemre. Ennek az elvégzése után különböző budapesti kórházi osztályok, orvosszági kórházi osztályok munkatársa lett, dolgozott és egy nagy korszületlen tapasztalatnak szert. Kezdetben a tudományos munkája a prosztata patológiájával volt kapcsolatos, elsősorban a prosztata túltengés patológiájával. Olyan megállapításokat tett, amit ma már bizonyos fokig természetesen gyakor újabb voltak. Egész pontosan, hogy a prosztata túltengés nem csak a mirigyek, és nem elsősorban a mirigyek megszapódásával kezdődik, hanem a stróma, a sivajzonzat, a kötőszövet újjátása is egy nagyon fontos eleme ennek. A mai világban a különböző citrokinek növekedési faktorok ismeretében különösen érdekes ez a megfigyelés. Nagyon sajnálatos, hogy csak itthon tudta ő ezt leközölni. Még Budapesten kapcsolatba került Gömöri professzorral, Gömöri Pállal. Gömöri Pál a Lese, meggyógyász volt, Lese kórémettanával, a Lese és a magasvérni márterkeség összefüggéseivel foglalkozott. És ennek következtében volt egy jó patológusra. Rendes személyében, nem tudom milyen körülmények között, találta meg ezt a patológust. Rendes viszont rájött, hogy ha ő a Vese és a magasvérrémás betegség összefüggéseivel foglalkozik, kell, hogy bírjon egy jó festésen, ami különböző részletéről se formális és patológiás szerkezet kéne feltüntetni. Elkezdett kísérletezni, és ki dolgozta, kérdezni szépen a következő tisztán, az úgynevezett Endres-féle kombinált trikló festést. Hát ezt ő tudományos szempontból mindig is az élete egyik alapvető tudományos tevékenységének alapvető tényének tekintette. Hogy ez a Vallovi és az Azán nevű trikló festések általa létrehozott kombinációjából jött létre. Sokat emlegetett egy bizonyos Vasadi nevű technikai
asszisztest, aki segített ennek a festésnek a létrehozásában. Erre alapozta a későbbi tudományos munkáját, erre a festésre, sőt az akadémiai doktori értekezését is ezzel kapcsolatosan végezte el. 1954-ben került Debrecenbe, mint intézet vezető, és 24 évig vezette az intézetet. Nem tudom, hogy itt Debrecenbe-e, vagy még előtte kiderült, hogy ez a bizonyos kombinált mikrofestés kérdezik a következő képet. Megfesti. Ez a lényeges. Itt tetszik várni. Megfesti a Bromerus stílusában, kapujában lévő szentsés sejteket, sajátos készülőt. Utasítsa a különböző. Azt kérdezi, hogy ki a jelentős készülőt, az afferens arteriórendben sejtény. Akkor még nem volt egészen bizonyos, csak sejtették, hogy ezek a szentség a renin, a vese által temmelt vérnyomás emelő anyagot képviselik. Kérnék szépen tovább. Engesz csinált két hajszálból egy keretet, amit be lehetett tenni a mikroszkópok lányába. Ennek a keretnek a segítségével a patkányvese keresztmetszetét megszámolta, hogy hány gyomorús van, és azoknak a hírusában van-e szentsés, milyen szentsizetű sejtek vannak. Tulajdonképpen ez az eljárás durván vált, de azt mutatta meg, hogy milyen a vese merint termelő, vérnyomás emelő anyag termelő aktivitásának a foga. Voltak éppen ezzel a munkájával szerzett ő nemzetközi elismerést, tudnivé. Patkányvesék százait, ezernél is talán többet végig vizsgált, nagy nagyítással, megszámolta benne a bromerusokat, és ezeket a szentsés sejteket is, olyan állatokat használt fel, amelyeken különböző kísérletes beavatkozást csinált, megkülönböző. Így lassan-lassan a különböző kísérleti állapotok és a renin aktivitás foka között bizonyos összefüggéseket lehet felfedezni. Kérnék szépen a következő helyet. Addig tetszenek látni, hogy bizony ezt is angol nyelven ugyan, de Magyarországon közölte le. Ennek ellenére ezen egész munkásságában ő bizonyos nemzetközi ismerettséggel lett szert. Kérnék szépen a következőt. Debrecenbe érkezése után nem sokkal egy több kiadást megért jegyzetet. Rodosz hallgató számára. Kérem a következő kívánat. Hát híves volt a jegyzet. Arra nevette a hallgatókat, hogy tömören és világosan kell beszélni. Nézzen ki, egy nagyon tanult jegyzet képez, szinte minden sor alá van húzva, mert szinte semmi nem kihagyni. Nyugdíjba vonulás előtt néhány évvel megírta a Patológia című képkötetes könyvét. Ez egy nagyon fontos munkája volt. Az orvosra hallgatók összesen 5 kiadást ért meg, és az orvosra hallgatott, hogy 20 évig tanultak rendőrök. Sokat lehetne arról beszélni, hogy milyen kitűnő oktató volt Endes. De úgy oktatott, hogy nevelt is vele. Nagy szükség volt erre. Van nagy. Hát ugye a rendszer, a pontosság, a viselkedés alapvető szabályai, ezek akkoriban talán most sem, nem voltak kellően ismertek a hallgatóság számára. Hát ugye fülre lépni, ott, ahol nem szabad, ott nem szabad. Ha a kollega úr velem beszél, ne tartsa sebében a kezét.
vagy rövid nadrágba, ne jöjjön be az én dolgozomban, de akkor szerelmesen. Vagy ne köszönjön nekem úgy, hogy viszontlátásra. Én vagyok az öregért, majd én megmondom, hogy viszont a próbálom. Azt szeretnék érteni, hogy van-e belőle, nem kevés igazság. Kérném szépen a következő kép. Hát itt ugye azon diplomások vitteniként teszoknak, aki fölött rendes professzor úr uralkodott a maga idejében. Hát ugye ez egy Szűcs úr, Szokol Ciklós, Szokoli Viki, Daugai Buszka, Kelemen Jancsi, Krasznai Géza, Tomba Szabolcs, és a karitatikus is nagyon rendes. Sajnos legyünk korán Révény István. Kérnék szépen a következő kérdést. Az ő tanszéki elődje Kellner professzor volt. Kellner professzor azt a tanácsot adta neki többek között, hogy Drei Schritt von Leib. Három lépés távolságot tartani a beosztottakkal. Ezt rendesen mindig tartotta. De itt is tetszenek látni, hogy egy minden beszélhetés végül. Hát ugye mámmal gondol a jön. Talán professzor, Molnár Péter professzor, Mikor Gyógyi professzor, azt hiszem, hogy a fejlődőben a fejlődőben elátszik képre. Kérnék szépen a következőt. Szenvedélyesen szerette Endres Kórházi természetet. Kőszeg, egy örök szép élmény maradt a számára. A kőszegi hegyes gyíves dombos vidékről nagyon sokat és szeretettel beszélt. Kérném körül. Időként az intézet apraja és nagyja biciklire kapott, vagy autóra jött, és kimentünk a pancsikai tavakhoz. Kérném a következő. A pancsikai tavaknál Mikó Tivadar munkatársunk úgynevezett makói torzisztót főzött. Részletes más Erdély Ferenc népi ilyenségek szakkönyvében. Endres Kórház szívesen fogyasztotta ezt. Kérem a következőt. Szívesen fogyasztotta annak ellenére, hogy évekkel korábban Petrovszky professzor kiszedett a gyomorfalából egy jóindulatú kérnék szépen a következő kérdést. Hát amikor 80 éves volt Endres professzor úr, akkor egy tudományos ügyet rendeztünk, lehetne én nevek körökén kérdezni, ugye Jakab professzor úr, akkor Pongol professzor úr, akkor ugye Beoma Krasznai, szóval sok ismerős van ezen a képen. Kérem a következő. Megajándékos Soltonyi professzor úr, Soltonyi főorvos úr, egy vázával, így mondják ki a vázát, kérem a következő, itt aztán fölemeli, először is megmutatja, örömmel ezt a születésnapi ajándékot. Kérnék szépen a következő képet. 80 éves korán emlékére akkor menye Lakatos Aranka egy érmet készített, aminek az egyik oldalán ugye Endres professzor, a másik oldalán egy Vesek Lomagyus és híres neves, Jusszorom, mert már satrányos, látható. Kérem a következő. Hát aztán ugye sajnos elérkezett a vég. 1990. augusztus 27-én, 85-es évében elhúnyt. Utolsó hónapjait az urológiai klinikán egy egyszemélyes kórteremben töltötte, pedig nem volt urológiai baja, sőt, tulajdonképpen jól körülnyűtt baja sem volt. Nyilván elakadt a család terhére lenni, és Pintér professzor az urológia akkori vezetője igen nemes gesztusként lehetővé tette, hogy teljes kiszolgálással érte utolsó hónapjait, hogy meg töltse el. Kérem a következő szomorú kép, Endres professzor fotósója, körülötte az egyetem vezetői, illetve nem ez így a Magyar Tudományos Társaság elnöke, ez pedig a nagyhajú emberi Móricz professzor. Kérem a következő, a felesége mellé temetjék el a csinálni két kétrációt.
utolsó kérni, volt menye, lakatos Aranka elkészítette a bronz szobrát, ami az egyetlen szobortartjában, a klinika szobortartjában van, és hát körülötte a három körülött a hallgatók sorában. Hát ez van egyes felszólóval, mi pedig néha, ha valamilyen klasszikus oktatási probléma merül fel, előveszik az egyes témát. Köszönöm szépen! Valóban így voltam, hogy Szabolcs mondja, mindig nevelt. Minden előadás végén lehet, hogy csak egy mondatot, de mindig volt egy kis tanmese. Jól emlékszem egyre, amikor azt mondta, hogy amikor a kertész locsolgatja, nevelgeti az ő rózsáit, meg is kell azt néha mesegetni. És hasonló is meséket mondott, valóban megállapodom az emberben. Nagyon szépen köszönjük végül, de persze nem utolsó sorban. Péterki Árpád professzor úr következik, aki Fájtas Kömbös Egyetem fél évszázados sír Igen, tisztelt professzor elnök asszony, és én javaslom, hogy ezt ne így szólítsuk itt a professzori klubba, professzor elnök asszonyot, mert a kedves klubomban tudok beszélni, és azon kívül, hát ugye a cigány azt mondja, hogy a saját lovát dicséri, hát nekem hajtóparikám a szívsebészet, tehát erről fogok beszélni, illetve a Debreceni szívsebész történetéről. De megkérem, kedves Ágika, hogy osszakihez az előadásnak már le van írva, hogy megtöltsem az időt olyan hosszú ideig. És nagyon imponáló volt ez a 13 professzor, Debrecennek a volt professzorjának ez a gyűjteménye, ahol 5 elméleti és 8 klinikus életét ismertük meg, akik közül 4 Kossuth-díj, 3 akadémikus, és hát megnéztem, hogy mikor lettek kinevezve. A legfiatalabb 33 éves korában kettesi és vendprofesszor, és a legidősebb volt azt hiszem 46 éves, az kerész professzor, de hát ugye még nem volt egyetért, nem tudták volna kinevezni. Megnéztem az átlagot, az átlag 40,8 éves korukban nevezték ki a professzorokat, ebből 39,2 év a elméleti és 41,7. Csináltam egy kis összehasonlítás, szíves elnézést, a jelenlegi professzorok vannak az egyetemeken. Az átlagok kinevezés 46,5 év, ahol az elméleti 40,3, az a 48 év. Ezeknek a professzoroknak, akikről itt beszéltek a előadó az előző előadó, hát sajnos csak 5-nek nem sikerült kiülni a mondjuk a 70 éves életkorig a professzorságot, hiszen a természet 3-mal beleszólt és elhunytak, illetve 2-nél a politika szólt bele, Sánta professzornál, illetve hát Hüth professzornál is. Hüth professzornál az volt, hogy ő nem menekült el Debrecenből 1944-ben, hanem az egyetemi tanács kérte fel, hogy utazzon fel a kormányzóhoz, hogy a kiugrást intézik el. A magyar politika lassúsága következtében Malinovszky nem várta meg a magyar politika okoskodásait, hanem elfoglalta Debrecent, és nem tudott visszaérni. Majd amikor 46-ban visszajött volna, akkor hát nem kapta vissza a, mondjuk így nem kapta vissza a katedráját. És akkor most... És akkor a Debreceni szívsebészet, hát majdnem a fél évszázad, 49 éve van, jövőre lesz az 50-edik, de hát gondoltam, hogy... És Nitzvel professzor volt,
Eizert Árpáddal, akik a debreceni szívsebészetet elkezdték 1963-ban. Schisztert professzor Budapesten született, ott végezte a Pázmány téved Tudományi Egyetemnek az orvosi fakultásán az orra, majd sebészeti klinikákra került, majd a 1940-es évek első részkorszakában orvosi munkaszolgálatot teljesített különböző kórházakban, illetve körzetekben, hát vészelte a nehéz időt, és a frontátvonulást 1944-45 határon Esztergomba érte. Hát ott volt biztos alkalma, hogy a sebészettel foglalkozni, hiszen bőven voltak sebesültek. Utána Jászberényi kórházban nevezték ki, majd 1948-ban akkor még hát állami tüdőszanatórium alakítottak egy sebészeti osztályt, TBC gyógyítás, sebészeti gyógyítással kapcsolatos, és ennek lett a vezetője, ahol a tüdő TBC-t és az extra pulmonális TBC-t kezelték. A Kossuth díjat azért kapta meg 1951-ben, mert a hidegtájról megfogálva kiszívta a gennyet, a TBC-s gennyet, és azt öltöttötte szeptomicinnel, és így ért el nagyon szép eredményeket. És ezért fölépítették, még megvan ez a műtőteraktus, a normánya, ami aztán most megoldásra került, és ott volt a sebészet. És a tüdősebészetben nagyon szép fejlődést él, és igen korán alkalmazta az intratraveális narkózist, amikor a Wisniewski féle lokális anesztéziákról beszélt mindenki, és csinálták, ő bevezette az intratraveális narkózist, majd pedig igen korán a mediaszinoszkópiát kalveztek, a mediaszinoszkópiát, ami a tüdőtamaratoknak a diagnosztikájában játszott szerepet, és nagyon jól megláttad a dolgokat, és akkor a 60-as évek elején a mellkasi sérülésekben rájött, hogy a szívsebészettel is kéne foglalkozni, és erre találta meg a megfelelő társat Eizer Árpádba, aki felvidékre született Zsoszlóba, és a Prágai Károly Egyetem orvosi fakultásán végzett. Majd elkezdett Hívásegy professzornak lett a tanítványa, és ő tartotta a tanító mesterének, csak a politikai változások következtében ugye a cseh protektorátus fordultán ugye először feloszlott Csehszlovákia, akkor visszavarták a Tiszó Szlovákiájába, és ott volt különböző kisebb kórházakban. Szerencséje volt, hogy már elkerült Kassára, és 1945-ben, amikor a menekültek visszajöttek különböző helyekről, főleg Angliából, akkor elhozták az angol orvosi és sebészeti gondolkodást, amit a magyarok mikor később kaptuk meg. Az élettani gondolkodás nem annyira morfológia, mint inkább élettani. És ez vezette oda, és olvasta ezeket, hogy elkezdett. Ő természetesen a újra létrejött Csehszlovákiába kettős elnyomás, vagy kettős hátrány ért, ugye volt itt egy német nevednek, vagy a vérszám, jó? Úgyhogy 47-ben megszökött, ott hagyta, nem várta meg a kitelepítést, ő elszökött, majd 48-ban át tudta hozni a családját, és volt a sátorra jövően, majd Nyíregyházán lett, és Nyíregyházán elvétette azokat a korsakat, műtéteket, első perikárdektógiát csinált, az azt jelenti, hogy a páncél szív, ami a TBC-s és a reumás megbetegedések, főleg reumás megbetegedések, páncél szív alakul ki, ami összegyúrja a szívet és a munkáját, de ezt lehántva javítva kerítése. A koaktáció aortét is műtétet elvégezte, az azt jelenti, hogy az aorta veszik, hogy nagyon óriási nyomás van a test felső részében, alacsonyabb egyébként az alsó részében, és megrövidít az eleve az életét, mert a fejben lévő magas vérnyomás miatt hát ugye annyi katasztrófa létre. Utána pedig Lenhardt 51-ben elvégezte az első szíven belüli műtétet, egy zárt komisszumot, ezt mind Nyíregyházán.
majd lemegyek Kudász professzorral Pécsre, hogy ott a szívsebészetet tintulják, hogy átosztám a Friedman, ugye két kapas egy dombon, úgyhogy visszajött Nyíregyházára. És akkor győzte meg Schnitzler professzor a 60-as évek elején, és elkezdték az zárt szívműtéteket csinálni, mégpedig mert a Ductus Arteriosus Persister, tehát az itt van a Ductus Arteriosusnak a lekötését, és azokat végezték, azon kívül egyéb pulmonális szűkületeket, és zárt mitrális kumiszurotómiákat az első időben. Na lássuk, akkor hát itt van a következő lépés, amikor a nyitott szívműtétek, az kb. 5 évvel később, 68-ban lett meg, az Kovács Gábor professzor vendégoperatőrként végezte, itt, és itt van ez az idősebb bácsika, kedves Köteles Béla, aki nem orvos, hanem Amerikában született Clevelandben, 1913-ban, még a világháború előtt vándoroltak ki a szülei Amerikába, Clevelandben, amely a harmadik legnagyobb magyar város volt a két világháború között, Budapest, Bukarest, Clevelandben, Debrecen volt a legyen. És ott megcsinálta az amerikai állam irasból lett gyárigazgató. És hát persze a világháború nagyon jó tett az ilyen finom mechanikának a gyárban, és nagyon sokat dolgoztak, bizonyára vele beszállítóban. Majd a 50-es évek elején két szívsebész, Gross és Kay megkeresték őt, hogy csinálják neki szívmotort, és ezt megcsinálták a Tempó gyárban. Most ezt a Tempó motort, eltűnt ide Magyarországra többet is. Az ottani református gyülekezet és presbitériumban szerepet játszott, tehát azoknak a segítségével több szívmotort küldtek Budapestre, Szegedre, majd Barta püspök nem engedte, hogy ide a kálvinista Rómában ne jöjjön a szívmotorát, elintézte, hogy ide hoztak, és így aztán a szívsebészet kezdett fejlődni. 67-ben jött a motor, 68-ban kezdett el. És Béla bácsinak az volt a mondása, hogy hát olyan jó szívsebész legyen, mint az ő a lóhazában, mint a új hazájába, és ezzel támogatta, sőt, még Marosvásárhelyen is hittatott. Azon a feltétel, hogy ezt nem lehet elvinni, hogy amikor a Vásárhelyi professzor felment Bukarestbe, nem tudta magával vinni ezt a szívmotort, mert az ott kellett maradjon. És ahova Köteles Béla küldött valami szívmotor, ott működik a szívsebészet. Most, hát a Gömeri András volt az első jó képzett szívsebész, aki ide került 1972-ben. Kudász Józsefnek volt a tanítványa, és vele dolgozott hosszú idő keresztül, aki Pécset végezte az orvosit, és hát aztán készen pályára került. Bekerült ő először Szent Ágotainál, és nagyon jól dolgozott, és ő egy igazi kutató orvos lehetett volna, csak a papa vezérkari tiszt volt, és ő is beöltözött tiszt volt, és amikor 48-49-ben kikellett a nem odavallókat tenni, hát akkor ő kikerült, és így került készen pályára, végre klinikusnak, sebészként, és így került aztán szép csendesen hát Kudász professzorhoz, ahol aztán a Kudász professzor, aki foglalkozott a szívsebészettel, és ugye rájöttek, hogy a szívműtéteket nem lehet szív tudó motor nélkül végezni, az kell, akkor 58-ban kiment tőnkbe, ott nézte a Navratilnal, hogy milyen motorral, hogy kaptak valami angol motort, vagy amerikai motort, és akkor hazajött, és megcsinálta a magyar szívmotort, és azon 16 műtétet végeztek, 60 és 62 között egész addig, amíg meg nem érkezett Béla bácsinak a szívmotorja is. 72-ben helyezték ide le, társprofesszor lett, neki az nagy érdeme az, hogy
egy nagyon jó csapatot állított össze, megtanította a pumpatechnikus, ugye a szívmotort kell hajtsa egy technikus, akkor a nővérek tudják, hogy mi a szkálium, mi a látrium, mennyi a pH, stb. Stb. Szóval nagyon-nagyon alaposan hát elkészített a társaságot, nagyon sok picsatú műtétet végeztek, minden. Hát természetesen a szívsebészet hallotta, nem tudott úgy fejlődni, hogy kellett volna. Ha nem szívsebész a főnök, a szívsebészet nem fejlődik, erre bizonyíték. Több hely van Debrecenben is addig, addig nem fejlődött, addig nem volt a főnök szívsebész, amikor lett az, hogy fejlődött, akkor nem főnök a szívsebész, hogy visszafejlődött. Ez a fejlődésnek a dinamikája. Lássuk, hogy ez szuper. Most hát itt van az a bizonyos kultusz, ami a lekötötték először. Ez nagyon érdekes, hogy ez ugye a mikrofoni életek ritka van, és azon megy a keringés, majd megszületik a gyerek, és akkor elzárulik. És arra, amikor elzárulik el, főleg, hogyha koraszülöttek, azért, mert ha az oxigén hát telítettség nem olyan jó, akkor ezzel megy. És ez nagyon érdekes, hogy a tüdős halak Dél-Amerikában élnek, amikor vízbe van, a sok víz van, akkor nyitva van a duktuszunk, meg kokolcunk keresztül. Akkor már kezdnek kiszárulni a kocsolyában, meg minden, tüdőn kezdnek lélegezni, akkor elzárulik a duktuszunk. És az, ezt a játékot játszák. Ugyanígy van, hogy a kis újszülött és koraszülött, ha jobb az oxigén egyszer, akkor elzárulik gyógyszerűen. Utána meg ha romlik a lélegeztetés, akkor kinyílik, és akkor kell lekötni. Ezt arra ügyelni kell, hogy ezt kell lekötni az utat, és nem a hormonális, az is előfordul. Akkor azt a részre kell venni, és le kell venni a és hát az utat azt eredményezünk, hogy a karszamra ugye sok vért kell nyomjon ki, ugyebben a keringés így van, hogy a balkamrába kívül az aortából visszafolyik az alacsonyabb nyomású túlmalázba, így megvastagulik. Ezt felejtsük el, lássuk tovább, hogy hova megy. Na és akkor itt nem volt az a rossz. Ezzel a 1938-ban zárt fel sikeresek rossz a Bostonba a duktuszt, és ez hát nagyon sikeres műtét volt, előtte volt egy évvel hamarabb, hogy nem sikerült. Itt van Crawford, ez pedig ön a következő betegséggel, ugye ő a koaktáció aortát végezte 1944-ben, gyerek és a kedves észért 6 évvel később Nyíregyházán megcsinálta. De nem vicc, és ő 45-ben pedig rossz, ő Bostonba a Hopkinson, a Karolinskán végezte, és hát Nyíregyháza, tehát azért van különbség, és fogunk teljesíteni. Na most hát itt azért mutatom ezt a két túlelvet, rossz harakult Crawfordra, mert azt mondta, hogy elvett az elsőséget, hogy Crawford volt az első, jóval hamarán megcsinált egy évvel a plantáció műtétet, és annak az a érdekessége, ugye, hogy a anatómia a funkciónak megfelelően ilyen nagy kollaterálisokat ad, és hogy megfelelő vérnyomás lesz, ugye, mert hogy de se él, meg minden, és le is lehet fogni itt az aortát a műtét alatt, mert megfelelő nyomás van itt az alsó testrészben. Ha ér aortát lefogunk, 8-10 perc múlva elhal a gerinc és fegyel, tehát a végés lesz az ötében, aki nagyon ellenőrök, még az orvosnak is. Na most hát itt van egy okos rönt, meg egy merész sebész, a két babár fejletője, ugye? Hát az élettan sokkal fontosabb, mint a morfológia az élet működésében. Ha jól működik az élet, akkor jó, a szép a morfológia, nem biztos, hogy jó az élet. Ugye ezt pedig én morfológus vagyok. Igen, ez a Tauszig javasolta, hogy a
össze kéne kötni a artéria, az artériás keringést, a tüdők, a kulmányos keringése, és javasol, először legyen a rosszhoz ment, az, hogy az én bizniszem nem az, hogy egy újabb duktuszt hozzak létre, nekem azért abból élek meg, hogy elzárom a duktuszokat, csak elment Vélokhoz, és Vélok megcsinálta nekem. Lényeg a falunknak az, hogy ilyen tetralógia, négy elváltozás van, abból kettő, ami fontos jelenti, ez a septum defektus és a pulmonális kiáramlási szűkület. Ennek következtében a jobb oldalon nagyobb a nyomás, mint a bal oldalon, és a vér nem egy ide, és ezért lesz két a beteg. Ezért ez mindenek itt a nagyobb hangra, a hipertrófiára, nagyobb nyomással megnyomja ide a aortába. És ennek a radiokarnaszolózis, vagy az aorta, egy szubtáliát ide levarják a háttérre a pulmonálisra, és ezzel fantasztikusan javul a gyereknek az állapota, addig így legugolva tud lenni, nagy dobberújakat, elkezd fejlődni is szépen. Persze most már nem ez a mikrotelep helyre kell hozni. Hát utána a Gömöri, ez a Schisztel professzor, Gömöri professzor, tehát engedvedeztek ki 83-ban, és utána pedig meg 2007-től Szerepén Tamás irányított a szívsebészetet. Hát itt van a teljesítmény, nyitott szívműtét, ami a nyitott szívműtét adja meg a szívsebészet osztályoknak a teljesítményét, abban mérjük. Hát ugye, ahogy mondtam, nagyon nehéz volt a kezdet, ugye, amíg ide nem jöttem, hogy 310 nyitott szívműtét történt, és hát azután, hát, hogy 22.000 műtét van. Igen. Hát itt elég már 19.000 meg érni valami ilyen. 19.000 számára. De nem baj. Tehát a fejlődés az lett, és akkor lássuk. Itt jobban látják, ugye a 80-as évektől volt 10-20 szintét, utána 30 szintét, és akkor utána elkezdődik előtt. Itt van két gyerek, ez a gyerek azt volt, akkor lecserélték. Ide jöttem, nem volt egy katéteres labor volt, de nem volt jó röggen, és akkor aztán megkaptuk a Városmajorból levett Philipset, ami aztán használtuk egy darabig, mert a gyárba sem volt alkatrész, nagyon régi típusú volt. Aztán itt kaptunk egy Siemenset, és egy évre telt, amíg beszerelték ugyanarra a helyre, meg kellett erősíteni a padlózatot, ugye nehéz volt, stb. És hát egy év. Most ez alatt az idő alatt én csökkentettem a műtéti számot tudatosan, hogy nehogy a csapat szétessen. Mert ha szétesik, hogy leállunk hosszabb időre, akkor meg is olyan csak elvadulnak a mutatása. De szerencsénk volt az, hogy javítás volt Szegeden, és a szegedi betegeket kétszállásra. Aztán írtam a rektornak, hogy valami kis prémiumot az óvodzóimnak adjanak, vagy ha nem, legalább köszönje meg. Hát semmit nem küldött, de hát ugye a helyzet az, hogy erre nem mondom az én sztorimat, vagy csak utána. Tehát itt látják, hogy itt jól van írva, tehát az új épületben, hát ugye 6 és 4-szer több műtét történt, rövid idő alatt, itt az előtt. Érdemes volt ezt a klinikát felépíteni, hát célja, és a betegek elhez, úgyhogy ez a betegek,
ezek már ott el lehet olvasni, és kocsulával tudjuk egyéb beavatkozások, de ez a mikor szívünk, ez határozta meg. Ugye itt értük el az országos első helyet, amikor felmentünk ezen fölé, 1990-re lépve, utána tartottuk, és a kritika épületének, amik még el nem vett részében együtt, az kb. 1500 lenne, csak nem volt személyzet. És a kis meg a személyzet, és aztán talán 2006, amikor ugye hát, nagyon hevesen és gyorsan és túlélekbe, hamarán bevezettük ezt a TVK-t, meg minden, aztán lezuhantuk ide, és egy 40%-os süllyedés volt. És akkor hát ennek meg is van az eredménye, hogy ugye akkor a megszorítások előtt 5-6 beteg halt meg a várakozó listán, és meg itt van 117 beteg, ha ezt megoperáljuk, akkor ebből 110 biztosan még, ahogy mondtad. Most hát ez nekem ugye kérdője, hogy ezt miért nem tudjuk okosan megcsinálni, amikor ugye elvettek egy egész osztályt, elvettek a 26 tárgyakra a szívsebészetről, hogy azoktan vesetranszplantáció lesz. A vesetranszplantáció tényben végzett 23-at, tavaly 23-at, tavaly 24-et, tehát végzett érvettek 25-öt, és hát a szívsebészet 25 műtétet végez, nyitott szívműtétet egy hét alatt. Nem tudom ezt megérteni, hogy mi a legyen. A másik pedig van itt a Aranyos János, aki nagyon kedves munkatársa volt. Ő segített abban, hogy ilyen jól tudtunk dolgozni az elején, mert ki volt, együtt dolgoztunk, ki a Karolinszkában 6 hét alatt, és megtanult azt, amit nekem én nem tudtam. Anesztézia, szívmotorozás, stb. Stb. Amit kellett ahhoz. És 93-ban gyöngyset hozták, sem tudtuk visszahozni az egyetemre, mert hát azt mondták, hogy nincs egy tudományos munkája, meg mindez, de nem tudtam megérteni. Akkor ott más társprofesszor kinevezés, összehasonlítva a medlányok, nagy különbség nem volt. Szóval ezek az embernek a gondolatai, és ugye hát remélem, hogy ez jobb lesz, és ezt a hülye kifejezést kérdezik, hogy ne hagyjunk ilyen mondok, nem független tanszék, nem önálló tanszék. Kérem szépen, ugye a 20. században vagy 5-6 ember volt, aki független volt, megöltek 100 millió embernél többet. Ugye Kotból, Hitler, Stalin, ezek függetlenek voltak, ugye, de más mindenki függ valamitől, és ezért. De ezt miért kell hagysunk? Most a helyzet az, hogy a legjobb, hogy a honlapunkban már a 14-ből, 15-ből csak egy maradja az a szívsebészet. Na most el tudják képzelni, hogy kinek kell az. A tekerőpataki barátommal beszéltem, tekerőpatak rossz van gyerekről mellett, és ilyen fa meg cserjékkel foglalkozik. Azt mondja, hogy tudjuk, hogy ez az egyszerű, ha kicsi a cserje, és nem akar jönni meg minden, akkor nyíljuk a füvet körülötte, és akkor nagyobbnak látszik. Látod, hogy ilyen a füvet. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük szépen! Tiszteletbeli professzor úr előadását, valóban azt gondolom, hogy ha azt tekintjük, hogy a szívérezési betegségek első helyen állnak a felnőttek halálozási statisztikájában, akkor mindaz, amit ennek csökkentésért tenni tudunk, komoly jelentőséggel bír, lenne teendő, ahogy ezt igazán láthatjuk ebből az előadásból. Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy türelemmel végig hallgatták ezt a hosszú napot, és nagyon szépen köszönöm az előadóknak, hogy vették a fáradtságot és összeállították ezeket a valóban hozzánk sokkal inkább közel hozó előadásokat, azokról a professzorokról, akiket ismertünk. Az elméleti épületeknek a tudós, karizmatikus egyéniségei és a klinikum különböző területeiről, a gyógyító orvosoknak az egyéniségét és munkásságát ismerhetünk meg. Gyerben már elmondtam, de most megismétlem, hogy valamennyi előadás fölkerül a honlapra.
a professzori klub honlapjára, és valószínűleg a centrum honlapjára is. Én azt tervezem egyébként, hogy összevárva a még két konferencia napot, amire valószínűleg az őszi hónapokban fogunk sor keríteni, az előadásokat majd összegyűjtjük egy CD-n, vagy DVD-nek észre mondtam, hogy hozzáférhető legyen azok számára, akik nem interneteznek. És úgy érzem, remélem, hogy nem volt nagyon fárasztó, hogy ez a kezdeményezés, amit a centenárium ünnepség sorozat keretében a professzori klub nevében beírtattunk, talán tényleg szükséges volt. Mert ez a 100 év, ez ezeknek és a még sorra kerülő professzoroknak köszönhető az egyetemen. Mindenképpen méltányos, hogy megemlékezzünk róluk. Köszönöm szépen még egyszer a köszönítést és a jelenlétet.